Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőtestületet, a jelenlévőket és a képernyő előtt ülő dömösieket a mai képviselőtestület ülésünkön. A meghirdetett 5 napirendhez képest kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valami észrevételük, hozzáfűzni valójuk. Nekem annyi lenne, hogy itt a meghirdetett azt mondom, hogy ez egy rendkívüli ülés, és hogy itt átolvastam ezeket a napirendi pontokat, mondtam rendkívüli ülést, akkor érdemes tartani, amikor sürgős fontos dolgok, hogy ez mind az 5 pont annyira sürgős fontos, hogy nekünk ma kell ezt megtárgyalni, mert hogy én nem látom az összeset annyira fontosnak, tehát az, hogy ugye most is csak itt vagyunk 7-8-an, nincsenek itt a plakátok, tehát sokan nem tudnak róla, hogy ma nekünk testet ülésünk, esetleg jobban fel tudtunk volna rá készülni, mert ötten meg kaptunk anyagot, illetve ma dél körül vagy egy körül kaptunk anyagot, tehát nekem ez a kérdés, hogy ezek közül mi az, amit ma mindenképp meg kell tárgyalni, vagy pedig mi az, amit elnapolhatunk. Világos. Ez tulajdonképpen rendes ülés lenne, hogyha ez tegnap lehetett volna megtartani, hiszen a hónap utolsó csütörtökön mindig a munkatárs szerinti ülés. A faluház belső felújításának árajánlattétele miatt csúszott mára, ahogy azt említettük is szerdán. Érzésem, vagy ahogy én láttam, az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik szerintem, minthogy időhatárok vannak mindegyikben. Tehát a faluháznál egy hónapunk van megépíteni, az egyértelmű. A második napirendi pernél, vagy a napirendi pontnál van egy bírósági beadványa a volt elődő önkormányzatnak, tehát gyakorlatilag pert indított az összefogás Dömösiért Egyesület ellen. Egy ügyvéd úr leveléből látott, hogy erre reagálni kell, bár itt, ha jól tudom, mondjuk a tárgyalás az csak szeptemberben lesz, de én azt gondolom, hogy ez elvi döntés igényelhet. A Kékhoza Parking Kft. Harmadik napirendi pont kapcsán én azt gondolom, az sürgős, hiszen a Kovács úr nem hajlandó átvenni a tértivevényt, az anomáliákat mindenki ismeri, és hogy is olyan személyes tapasztalatot is el tud mondani, vagy ugyanúgy folytatja a parkoltatási tevékenységét, mintha mi se történt volna, tehát nem hajlandó a testület döntését figyelembe venni. Notabene a hét közepén szerdáján rendőrökkel jelent meg a képviselőtest vagy a polgármesteri hivatalban, és a ügyeleten bejelentést tett, mert hogy az ő bérleményén az önkormányzati dolgozók tisztítják a parkoló órát. Ami teljesen abszurd, mert ő az ingatlant, ha még élne is a bérleti szerződés, az ingatlanra vonatkozik, és nem a rajta lévő parkoló órára. Tehát én azt gondolom, minden határt átlépett, és akkor a urai képviselőtársunk személyes élményét még nem is említettük a Kovács úrral. Tehát én azt gondolom, sürgősen lépni kell, mert egyszerűen, ha szabad ezt a szót használni, pofátlansága, amit művel. A negyedik napirendi pont a Viszmajor károk, becsült károkat beadta az önkormányzat a törvényes határidőn belül. A tételes költségvetésen alapuló kárigényt, az pedig a kártól számított 40 napon belül kell, ez Dömösön 24-én, július 24-én fog lejárni. Tehát addig kell benyújtani a katasztrófa igényünket, és az úttervezőnek, hát így is, hogyha ma megrendeljük, ha döntünk a szakértői vélemény és a becsült felújítási költség megrendelésén olyan 9 és 15-e között tudja vállalni, hiszen a Duna mellett most mindegyik dolgozik. Tehát én azt azért, hogy el tudjon kezdeni dolgoznak, fontosnak tartanám. A 5. napi rendi pontban pedig a képviselőtestületnek, ugye a polgármester és az önkormányzat közötti 2 perről van szó. Az egyik perben 15 napja van eldönteni, hogy most az alperesi, amit a bíróság kért az önkormányzattól, hogy éle a bizonyítás indítványával, tehát mindenképp dönteni kell, és a másik perben ugyanúgy csak, megint csak szeptemberben lesz tárgyalás, de ott is vannak mind a két oldalon bizonyítási kötelezettségek, tehát az is időhatáros, momentán az egyik július 1-e, tehát most
Tehát én azt gondolom, hogy mind az öt olyan, ami időkorlátos döntést igényel. Köszönöm. Az ötödik napi rendiponttal kapcsolatban kérdezném csak, hogy ugye az egyik akkor a patakkal kapcsolatos téma, ugye, ami tehát a fagyos időjárás. Igen. Ja, igen. A másik pedig a polgármester illetmények kapcsolatos. Lehetne ezt esetleg külön választani, és most a polgármesteri illetményt kivenni belőle, vagy pedig egész évben döntünk az egészről. Lehet, hogy egyszerűbb lenne a megoldás részünkre. Világos. Természetesen az van, amit a képviselőtestület óhajt. Technikailag gördül a dolog tovább, tehát hogyha folytatjuk a pert, például nekem július 1-ig van egy újabb beadvány kényszerem a bíróságra, amint az kiderül a jegyzőkönyvből, tehát az ügyérem akkor megint meg kell dolgozni, és csak emelkednek a költségek, tehát döntés kérdése, tehát mindenképpen megyünk tovább. Ha ez most megszületik, és mondjuk az Éva által javasolt közös megegyezés és megszüntetés mellett dönt a testület, akkor nyilván az ügyvédemnek nem azt mondom, hogy dolgozzon 3 órát a beadványjal, hanem azt mondom, hogy az önkormányzat ügyvédjét keresse meg, és akkor a közös megegyezéssel történő per megszüntetése érdekében cselekedjenek, amit nyilván, amit így is úgy is valamikor véleményem szerint meg kell tenni. Tehát akkor annyival előrébb vagyunk, ezt hát mérlegeljétek. De ha módosító indítványként föntartod, akkor természetesen megszavazza a képviselőtestület is. Jó, fenntartom. Jó, Robi? Én megint csak azért fogok igennel szavazni ezekre a pontokra, hogy tényleg a lakosság neki tájékoztatva legyen, hogy ezek a pontok pontosan mit jelentenek, de mondom, tehát hogy nekem ez, hát ez megint csak kicsit túl rövid az idő, hogy hogy én erre tudjak. Jó, akkor... Számomra, bocsánat, hogy beszélek, mégiscsak az lenne megmutató, hogyha egy jövő heti testületülésen már itt lehetne a jegyző vagy a referens. Tehát én mindenféleképpen ez irányba gondolkodom. Jó, akkor módosító indítvány, ugye neked nem módosító az indítványod, hanem a Bélának a módosító indítványa, hogy gyakorlatilag az ötös napirendből vegyük ki az illetmény értelmetéssel kapcsolatos nagy szerintes tárgyalását. Jól tudom, hogy az 53 per 2011. Ez a sok. Nem. Perszámot nézi. A perszámot nézi. Mi van rajta? 3 per 2011, az a sonda. És akkor a 501 per 2012, azt hiszem az a később, hogy ez a patak lehet. 2012. Igen, a 2011-es a korábbi, és... Az a kapcsolatos. Igen. Életmény, tehát akkor azt javaslod kivenni. Igen. Jó. Tehát kérdezem a képviselőtestet, hogy aki egyetért azzal, hogy a 5. napirendi pont közül pont megtárgyalása során a 2.M.553 per 2011-es per számon nyilvántartott polgármester és önkormányzat közötti pernek a mai pertom ennek a megtárgyalását vegyük ki az 5. napi rendi pontból, az kész felemeléssel jelezze. 2-3, aki nem. 4 nem. Akkor olyan is meg a többség, akkor nem veszik ki. Aki a végül is az eredeti napi rendi pontot elfogadja, az kész felemeléssel jelezze. 1-2-3-6. Aki nem, és egy nem. Tehát azt mondja, hogy igen, egy nem. Első napi rendi pontunk a... Ja, igen, köszönöm szépen, jegyzőkönyvhitelesítők személye. Kérdezem, ki vállalkozik jegyzőkönyvhitelesítésre. Férfiak Robi és Gábor, aki egyébként az ő személyükkel, az kézfelemeléssel jelezze. 1-2-3-5, igen, 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.
Első napi rendi pontot a faluház belső felújításának megtárgyalása. Ugye az elmúlt másfél hétben ezt már többször tárgyalta a képviselőtestület. Ma ott tartunk, hogy az árajánlat beérkezett a kivitelező cégtől. Ugye itt az elmúlt 3-4 napban az volt a feladat a kivitelezőnek és a pályázatírónak, hogy az eredetileg nettó 17 milliós költségű beruházástból ugye csak 11 milliót ítélt meg az irányító hatóság, azt hogy lehet mégis megvalósítani, és azokat felfedezni, hogy mit is vett ki. Jellemző félbe ezt sokszor említettem, hogy a lámpatesteket nem támogatta az irányító hatóság, ez nagyjából 1 milliós tétel a pályázatban. Mára sikerült az akrobatikus művelet, és előttünk van, illetve a gép mindenkinek jelentősen elküldtük a részletes költségvetést, amely, hogy nagy tételesen vagy címszavakban mondjam, azt mondja, köműves munkák, burkolás, asztalos szerkezetek, hát felületképzés nyilván azok a szigetelések, közműcsővezetékek kicserélése, villanyszerelés, épületgépészeti csővezetékszerelés és épületgépészeti szerelvények és berendezések. Tehát gyakorlatilag egy teljes körű felújítás, felújítást végtünk el a faluház belső szerkezetében. Itt milyen apróságot megjegyeznék, hogy a régi 70-80 éves nagy ajtók, amik, hogy is mondjam, ilyen nem csak esztétikai, hanem egyéb értékkel is bírnak, azokat meghagytuk már a pályázat beadásánál is, és azok nyilván csak felületképzés, tapasztalás és átmázolással lesznek, míg a 60-as vagy a 70-es években betett ajtók, amik elhasználódtak, azokat pedig cserélni fogjuk. De ez csak egy ilyen érdekes információ. A pozitív, tehát ha a képviselőtestület most elfogadja a kivitelező ajánlatát, akkor hétfőn reggel 7:30-kor megkezdik a munkálatokat, és hát természetesen augusztus 2-ig be is kell azokat fejezni. Ez nem lesz könnyű, mert nagyjából ez 2 hónapos munkamennyiség, amit el kell végezniük, de hát azt hiszem szoros együttműködéssel azért fog menni. Legalábbis mindenki erre fog törekedni, nem veszthetjük el ezt a pénzt. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el észrevételeiket ezzel kapcsolatban. De kérem, bocsánat, parancsoljuk. Az első dolog, ami nekem már korábban is említettem, hogy most jelenleg mi nekünk az MVH-tól, akitől a pénzt kapjuk, egy olyan határozatunk van, hogy Dömös visszalép. Tehát, hogy most nincsen olyan határozat a kezünkben, fellebbeztük ezt, hogy mi megvalósíthatjuk ezt a dolgot. Tehát, hogyha hétfőn elkezdjük, akkor rizikó van abban, hogy azt mondja az MVH, hogy ő nem fog pénzt adni egy fillért sem, és de most a saját szakállára elkezdi ezeket a dolgokat. Értem az időnek a sürgősségét, csak hogy hát ez jól tudni, hogyha véletlenül valami értek azt mondja, hogy mégsem, akkor ezt az összeget, hogy bármit, amit ott eddig végrehajtunk, azt a Dömösnek kell kifizetni, tehát nem pályázati pénzből. A másik dolog az, hogy az árajánlatban, hogyha most jól értelmeztem, hogy jól láttam, ez bruttó 14.533.000 forint. A MVM-nek a határozatában azon bruttó 17.744, tehát a kettő között van 2,7 millió forint, de ha én jól értettem, ugye ők csak nettót adnak, tehát a kis térségből jön még 2,3 millió, pluszban meg még kell a Dömösnek hozzátenni még 2,7 millió forintot. Hogy ez a 2,7 millió forint, ez honnan fog jönni? Jól értettem, mert úgy értem, hogy ők adnak nettó 9 millió 2, a kis térség ad 2 millió 5, meg még pluszban nekünk 2 millió 750-et hozzá kell tenni. Nem. Nettó 11 millió 700 ezer kaptunk az MVH-tól megnyert pályázatként. A levelükben az van, hogy támogatás határozott a bruttó 17.444-ig van benne a támogatás. Igen, a bruttó az azt kapjuk meg.
bruttó. Annyit kapunk. Nem? Tehát nekem a bruttó az azt jelenti, hogy áfával növelt, csak ugye azt mondtuk, hogy a kistérség fogja adni nekünk az áfát. Tehát akkor nettóban kevesebbet fog adni, mert a kistérséget nekünk hozzá kell tenni. Az ajánlatnak 14, tehát 11,7 és 14 között 82,15 millió forint. Az önkormányzat, tehát csak egyházaknál, társadalmi szervezeteknél engedik, tehát van 100%-os támogatás, gyakorlatilag az áfával együtt támogatják. Az önkormányzatnál áfa nélkül támogatják. Tehát az áfát nekünk kell hozzátenni. Értem. Csak hogy a támogatás most bruttó 11,7, ami a levélben van. A tudom, de van nettó, nettó lejön. Nincs nettó. Az áfával már fizetjük majd mi. A 11,7-nek? Okay. Nem a 11,7-nek, a 11,7 fölött az az. A 11,7 fölött. A 20-27 bruttó 11,7-nek. Hát azért már az áfát nem számolja bele. De bruttóban benne van az áfa szerintem. Nem, a bruttó az azt jelenti, hogy annyit kapsz, bruttóban annyit kapsz. Tehát nincs le van. Csak ezt szerintem érdemes megnézni, mert most az 2,6 millió forint az, amiről beszélünk, hogy mi jól értelmezünk. Ez biztos, hogy nem jól értelmezünk. Ez biztos, hogy annyit kapsz. Ennek a bruttó az mindig azt jelenti, hogy az áfa benne van. De ott nincsen meg, mivel nem kap, mert nincs áfa. Támogatásban nincs áfa. De akkor azt jelenti, hogy nettó szerintem. Nincs nettó. Ott összeg van, tehát 15 támogatás. Csak összeg van, mert beraktuk a pályát, mert nettóból adtuk be a pályát. Azt 17 millió plusz áfára. 17 millió plusz áfára adtuk be. És azt lecsökkentették, tehát azt megkapjuk, a 11 millió 700-ot megkapjuk kézre. Jó, az a támogatás. Az a támogatás összege. Értem, csak ez a bruttó engem. Jó, hát elmondom, hogy talán, de itt most nincs átva. A közvetlenül az első felére pedig azt tudom válaszolni, hogy a MVH-s határozatban ugye az szerepel, hogy a felrendezés az halasztó hatályú, és ahogy a legutóbbi testületi üléseken is említettem, az Ummenhofer Ferencné osztályvezető asszonynal én ezt pontosítottam, és sőt, tegnap is beszéltem vele, hogy beérkezett a felrendezésünk, és az azt jelenti, hogy az eredeti határozat van érvényben, tehát a támogató határozat. Tehát kezdhetünk építkezni. Gyakorlatilag így is rákérdeztem. De ha felrendezést nem fogadják, akkor buktuk. Én nem gondolom, tehát... Tehát erre a válasz, hogy igen. Nem. Mert hát, hogyha nem fogadjuk el, akkor mi kezdünk el? Úgy azt mondják, hogy bocsánat, de nem. Bocsánat, ha az eredeti határozat van érvényben, és a felrendezést nem bírálják el, akkor az eredeti határozat szerint te építkezel, jó hiszeműen építkezel. Ha ők közben, mondjuk augusztus 5-én azt mondják, hogy nem fogadtuk el a felrendezést, mi addig a darulmának is építettük, mi jó hiszeműen jártunk el a MVH határozatnak megfelelően. Ha így döntenének, de nem fognak így dönteni. Értem. De én a rizikót mindig látom, hogy úgy kezdünk el valamit. Hát ez nincs a kezünkben olyan papír, hogy igen, akkor támogatják ezt. Igen, hát, hogy nem a vállalkozók szeptember közepén lenne, addig nem gyerekszik a pénzünk. Ezt én teljesen értem, de elszerint, tehát ezért nem kis pénzekről beszélünk. Ha 12 millióért felújítjuk, és valamint azt mondják, hogy nem, akkor de most akkor a csődbe kerül, hogy csak na, ezt meg. Szerintem ekkora rizikót nem vállalhatunk be. De én nem vállalnék be, és én is fogom tenni. Szerintem nincs benne rizikó, de nyilván ez a te véleményed más. Észrevétel, Béla? Említett, hogy műszaki ellenet. Igen. A Pilis Marlóti Kovács Józsefet kértem meg, hogy adjon egy árajánlatot, ugye azt ki is küldtük. Ugye a régi műszaki ellenőröket nem is akartam, akik az elmúlt időszakban patak meg egyedekben dolgoztak, mondom, zárjuk le, ne is legyen össze, csengés árnyék, itt van a közelben, ismerjük, azért kértem őt. Ismered? Igen, ismerjük, tanár voltam. Ismerjük, tehát tőle kértem árajánlatot, és hát elvállalta. És a kivitelező Gavró Puszkás, kérem, mit lehet tudni? A kivitelező leánykori nevén az Ogya Kft-nek hívták, és ők készítették a pályázatot, ezért is tudták ők megcsinálni most 3 nap alatt a végleges árajánlatot. Tehát itt egyszerűen, mint hogy MVH kódok vannak,
esélye nincs arra ebben a szűk időben, hogy betérd azt az egyébként szükséges három árajánlatot, amit eddig is megtettünk, legalábbis a 2010-es időszakban, hát utána meg nem volt semmi. Úgyhogy rendesen mindig három árajánlattal dolgozott az a képviselőtestület, és azt gondolom ezután is azzal fogunk dolgozni. Közbeszerzés 15 millió fölött meg közbeszerzés értelemszerűen. Ez a úgy tetszik speciális helyzet adja azt, hogy egy árajánlat. Én az Adriánt megkérdeztem tegnap előtt, hogy mondom, nyugtasson meg, hogy helyesen járunk el, hogyha helyesen járunk el, vagy nem járunk el helytelenül, hogyha egy ajánlat alapján döntünk a rendkívüli helyzetre való tekintettel. Azt mondja, hogy rendkívüli helyzet az mindig felülírja a szokásokat, nem törvényi kötelezettség a három árajánlat, csak én azt gondolom korrekt eljárás része, hogy versenyeztessük a munkákat, és ezt így is fogjuk csinálni. Őszintén remélem, hogy még egyszer nem kerülünk ilyen helyzetbe, hogy pályázat lezárása előtt másfél hónappal kell megoldani az összes ilyen problémát. És az MDH is azt mondta, hogy elég az egy pályázat, tehát a kiírásban azon elég. De nem teljesen mindegy a kiírás, általában a pályázatoknál kell három. Tehát én nagyon sok pályázattal foglalkoztam, úgy visszadobták a pályázatot azért, csak egy, de az, hogy mondjuk csak egy A3-as kiírás, hogy igen, EU pályázatot nyert, nincs három pályázat, rögtön lehúzták azt a tépen, itt meg 12 millió forintot adnak egy pályázat. Tehát ez a kérdésem, hogy a kiírásban benne van-e, hogy három pályázat kell, és hogyha nincs, akkor van-e egy olyan papírunk az MVH-tól, hogy mi egy pályázattal is ezt, vagy egy árajánlattal mi elkezdhetjük a munkát, mert ez megint csak nagyon nagy rizikó. Láttam olyanokat, hogy sok millió forintot fizet a... Részint sokat tudtál volna segíteni, hogyha megnézed, hogy a kiírásban benne van ez, és rögtön azt mondod, hogy három árajánlatot kér, mert megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy három évvel ezelőtt mi volt a kiírás. Másfelől ez nem EU-s pályázat, hanem hazai forrású pályázat, tehát az EU-s szabályok erre nem vonatkoznak. Azt gondolom, hogy a pénzügyi elszámoláshoz pedig nem a pályázatokat kérik, hanem a szerződést. Tehát én azt kell mondjam, hogy bízva az Adrián jogérzékébe, hogy ez nem lesz probléma. Tehát akkor úgy kezdjük el a pályázatot, hogy nem tudjuk, hogy elég-e egy állapot. Hát miután nem nézted meg, mikor vetődött fel benned ez a probléma? Ez szerdán is találkoztunk, és hogyha akkor mondod, akkor már előrébb vagyunk, mert akkor sokkal megszólalt. Rám tolhatod ezt a dolgot, de itt heten vagyunk, tehát én sem néztem meg a másik hat képviselőtársam, meg te sem nézted meg. Csak ez megint 12 millió forintról úgy döntünk, hogy nem tudjuk, hogy elég az egy árajánlat, vagy nem. Venni a napirendi pontot, és azért fogok, hogy nem elszavazni, mert nincs elég információm erre. Jó. Nem tudjuk, hogy kell, és mit szavazunk 12 millió forintot, a többieknek is csak mondom, szerintem az óriási felelősség az, mondjuk, hogy igen, elindul, majd utána fizeti nem is a 12 milliót, már itt nem kellett volna három, de nem tudjuk most itt éppen. Jó. Ehhez tovább én azt hiszem nem teszek semmi. Béla? Érzed benne némi rizikót én, de mivel úgy jött össze az ügyet, és gyorsan kell dönteni több mindent. Tehát a pénz, meg legyen a pénz, hogy elinduljunk, árajánlat egyebek. Én azt mondom, hogy kezdjünk bele, de én nagyon szeretném, hogyha a műszaki ellenőr a helyreállítás minden fázisánál ott lenne. Tehát ezt szeretném, ha megkövetelném tőle, és nézze meg, hogy mivel a munka sürgős, gyors munkát kell végezni, tehát a gyorsaság azért nem menjen a minőségfogására. És aki teheti esetleg is szakmai szemmel hozzáért, akkor az tényleg nem, akkor az is fog, hogy a faluházba és a építkezés különösebb vigyelemmel, főleg a műszaki ellenőr. Ezzel a teljes mértékben egyetértek. Azt szerintem neked, hogy egy ügyenszerelés munkát már be lehet azt valahogy csempészni a végzendő munkába, hogy minden egyes helységben legyen számítógép csatlakozás, vagy benne van-e az. Mivel több mindenre szeretnénk használni az épületet, és gyakorlatilag 8000 forinttal kerülne ez többbe, vagy világosba kerül ez a számítógépvezeték. A számítógép hálózatra gondolsz? Igen, csak a tudásra legyen, és akkor ott pármikor, mondjuk a tanári szobából.
Ez nem lesz probléma. Nem hiszem, hogy ezt mondok, akkor már szerintem ez... A routerek világában mondjuk, de... Hát ez nehézkesebb. De nehézkesebb. Jobb, nyilvánvalóan jobb a csatlakozó. Úgyhogy... De egy 300 fontos nagyságú csatlakozó. Nem lesz probléma. Azt gondolom, hogy most legfrissebb ezt az egészet. Persze. Magában a biztonsági rendszernek is megvan egy külön csatornája. Igen. Most abba is bele lehet tenni, tehát behúzni az már nem lesz probléma. Én azt gondolom, hogy ekkora, hogy is mondjam, lauf lesz a dologba, és nagyjából, ahogy beszéltük a kivitelezés során is, még a tételek között 20% átcsoportosítást enged maga a pályázat kiíró is, de ehhez még már csoportosítani se kell, hiszen kábel-kábel. Úgyhogy nem lesz probléma. Bocsánat, kérdőben szeretnék hozzászólni, hogy meghallgatva a beszélgetést, meg valamilyen szinten ismerve a dolgot, amire részletesen nem mint a képviselőtestület. Én erősen osztom a Robi alkodalmait, tehát egy olyan helyzetben, amikor az előző képviselőtestet visszamondta, és értem, amit mondasz, hogy addig az egy állapot van most a felvezetésnél, de ha valami mégis közbe csúszik, akkor a luk támad, amit nem fog tudni helyre fogozni. Tehát onnantól ez egy nagyon komoly felelősség a testületileg. Még tudom, hogy gyorsan kell dönteni, megszólít az idő, meg nem kéne elveszíteni, meg ez mind jogos dolgok, de örülnek kockázatok benne. A másik az, ami szintén igaz, hogy én is nem kevés pályázatot csináltam végig cégeimnél különböző pályázatokat, a legapró formai hiba nem nagy avval van írva az alkotó, amiatt visszavágnak pályázatokat. Tehát egy olyan ír, amikor nincsen meg adott esetben, hogyha a kiírás előírja, de ha megnyert pályázatra, egy vissza, tehát tudomásom szerint a pályázatot kiíró szerv megkérdezte a Dömös önkormányzatát, előző önkormányzatot, hogy ezen túl vagyunk. Ezen elmondtuk a legutóbb ülésen, mi a jó van. Létezik esélye annak lábban, annak esélye? Tehát, mert én úgy látom, hogy van, hogy ezek esetben mégsem kapja meg a felnevezés ellenére a pénzt. Hiába, hogy hiszem, hogy építkeztünk, azt mondják, hogy bocs, nem fizetjük ki. Nincs. Akkor nincs. Jó. Láttad rajta. Így van. A másik egyébként ugye a kábelezésnél, ahol ott tartunk, hogy tényleg a wifi-s routerekhez képest egy kiépített hálózat sokkal nagyobb sebességgel jobban tud vinni, és olcsóbb is. És biztonságosabb. És biztonságosabb. Tehát ez mindenféleképpen a anyagkiírásból, meg a munkacsírásból, írásból is benne kéne szerepelni. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom más észrevétel hiány a kérdést. Aki elfogadja a faluház belső felújítására kapott Grabot plusz Kft-től kapott árajánlatot, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aki nem, egy nem. Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódó két határozatra vég, tehát akkor a Kovács Józsefnek a műszaki ellenőri határozat megbízásáról is kérem, hogy szavazzon a képviselőtestre. Aki egyetért azzal, hogy Kovács József Püdismaróti műszaki ellenőr lássa el a árajánlatában szereplő összegért, tehát bruttó 150.000 forintért a műszaki ellenőri feladatokat a beruházás kapcsán, az készfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aki nem, aki tartózkodik, egy tartózkodás. Ehhez kapcsolódóan még egy határozati javaslatom lenne, azt elfelejtettük határozat formájában kiküldeni, de a pályázat lezárásának és technikai kezelésének a kapcsán a pályázati írónak a megbízása, hogy ezt a pályázati elszámolás ez úgy menjen, mint a külső felújításnál. Erre is javaslatot teszek.
így szóban, még ha írásos formában is nincs meg. Ezt a ugye 300 000 forintot tartalmaz maga a pályázat egyéb költségekre, ez a műszaki ellenőr, illetve a pályázat kezelése és gondozására vonatkozik, egész addig, amíg le nem hívjuk és meg nem kapjuk a pénzt, tehát a benyújtás és a megkapásáig. Tehát erre a pályázat készítőjét értelemszerűen az ismeri már a pályázatot, az Asztalos Né Máriát, illetve Ancsin BT néven futó pályázatírót javaslom. Aki egyetért az ő megbízásukkal a pályázat kezelését tekintetően a bruttó 150 ezer forint értékben, az készfelemelésre jelezze. 1, 2, 3, 4, 5. Aki nem, aki tartózkodik, 2 tartózkodás. Második napirendi pontunk, Dolgozkösség önkormányzata az Esztergomi Járásbíróságnál beadványt tett az összefogás Dönösért Közhasznú Egyesülettel szemben. Ugye mindannyian ismerjük az elmúlt évek visszavisszatérő, hogy is mondjam, szóáradatát az előző képviselőtestület részéről, amelyben a Összefogás Dönösért Közhasznú Egyesülettől hát változó összegeket, de jellemzően 12-13 millió forintokat követelt és döntött, hogy azonnal fizesse be. Ezt a pert ugye az előző önkormányzat kezdeményezte, ha jól emlékszem, valahogy május végén, most pontosan nem emlékszem, tehát itt az utolsó pillanatban volt, még volt erre energiája az önkormányzattal, hogy testületnek ezzel foglalkozni. Dr. Etterődön esztergomi ügyvédet bízták meg a beadvány elkészítésével és a járásbírósághoz való eljuttatására. Csak úgy mellékes információként 25 ezer forint plusz áfa értékben. Ezt az ügyvéd úr be is adta, és tájékoztatta a jelenlegi képviselőtestületet levelében, hogy hát ez van, és értelemszerűen a mindenkori képviselőtestület útmutatásai szerint jár el, és hát kéri a útmutatást, hogy mi legyen ennek a pernek a sorsa. Összefogás Dönösvért Egyesület, Közhasznú Egyesület elnöke eljutatta hozzánk az elmúlt hát öt vagy hat évnek a pénzügyi beszámolóját egy százalékos formában, hogy az adott esztendőben hány százalékban fordította a támogatást Dömösvárra, nagyjából 100% egyébként. Tehát az összes, de a támogatás arányában, amit a Magyar Telekomtól kapott, ahhoz képest hány százalékban fordított a Dömös lakosságára a működésének költségeit. Illetve egy tételes felsorra minden évre egy pénzügyi tárgyévre vonatkozó kimutatást is eljuttatott a képviselőtestülethez, ami pedig tételesen lebontva szerepel a kiadások összege. Én különös tekintettel arra, hogy ez elméleti, hogy is mondjam, felvetése az előző testületnek, hogy amit már a falura költött az összefogás egyesület, azt most még egyszer fizesse be az önkormányzatnak. Notabene a jogalapja sincs, de még a felvetés is egy ilyen eléggé abszurd, hiszen az ennél sokkal több nagyobb összeg lett a falu lakosságára költve. Nyilvánvalóan azon lehet vitatkozni, hogy mindig mindenki egyetérte a célokkal, de ezt a képviselőtestület majd saját bőrén is érzi, hogyha az egyik utcát aszfaltozunk rá, akkor a másik utcának nem tetszik, illetve hát ez oda-vissza működik. Én természetesen értelmetlennek tartom a pereskedést, tehát én előre bocsátom a véleményemet, hogy teljesen abszurd, hogy azzal az egyesülettel pereskedjen az önkormányzat, aki nagyjából az elmúlt hét esztendőben az állán hordta a falu kulturális, de azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom közéletét is. Nem nagyon van olyan program, legalábbis nem tudok, ahol
amikor megkeresték őket, és ne támogatták volna a programot az első szóra. Nyilván, aki nem kereste meg, az egy más helyzet. Én csak megköszönni tudom az Egyesület aktív tagjainak a munkáját, akik hát ugye vállukon viszik ezt a feladatot, hiszen aki szervezett már programot, az pontosan tudja, hogy a legegyszerűbb gyermek délután vagy kézműves foglalkozás is iszonyú energiákat és szervezést igényel, hogy megfelelő létszámú anyuka legyen itt papírozó és ragasztó és üdítő és csokika meg egyebek, és akkor csak egy 3 órás kézműves foglalkozásról beszélünk. És nyilvánvalóan a források is meglegyenek. Tehát, és akkor tetejében ez az első köre ennek a történetnek, a második köre, ugye itt 2 határozati javaslatot készítettünk, amit majd a képviselőtestület kérek, hogy tárgyaljon meg. Ez a 88-as határozat, amivel ez a bírósági beadvány elindult, értelemszerűen én ennek a visszavonását javaslom, de az elmúlt 2 év áldatlan, hogy is mondja, vitáinak és értelmetlen vitáinak, látva az Egyesület munkáját, látva én azt gondolom, hogy ezt a ominózus kiinduló határozatot, 2000 határozatot is vonja vissza a képviselőtestület, és gyakorlatilag akkor hát egy picit nyugvópontra tehetjük az Egyesület és a falu viszonyát. Én azt gondolom, mindenkinek ez az érdeke, hogy harmonikusan működjünk együtt. Ez 2006 és 2010 között teljesült. Én nagyon szeretném, hogyha a következő 1,5 és a következő 5 és az következő években is ugyanilyen harmonikus együttműködés alakulhatna ki, és nem visszájkodás. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el a véleményüket. Hát én azt szeretném elmondani, hogy én is azon a elhatározáson vagyok, hogy igen, vonjuk vissza ezeket a határozatokat. Én délelőtt csináltam egy ilyen plusz kigyűjtést, nem tudtam végigcsinálni egész 2013-ig, mert 2013-ban még nem is kaptuk meg a pénzt, legalábbis eddig nem tudok róla, megkaptuk volna. Nálam ugye nincs a könyvelési anyag, de pénztárak nálam vannak, és abból csak a legnagyobb tételeket próbáltam kiemelni, hogy lássátok, hogy azért tényleg ez mindig az, amit a Fildikó leír, hogy 2011-ig jutottam el, mert azért nagyon sok tétel van, apró tétel, de van nagy tétel is. Most én csináltam egy olyan kimutatást, hogy 2011-ig kellett volna, ugye azt mondja, 10 millió forintot kellett volna, hogy fizessen az ÖTKE az önkormányzatnak. De kiszámoltam azt, hogy 2011-ig az ÖTKE 2 millió 700-zal többet fizetett meg ki, vagyis adott az önkormányzatnak, mint amennyit kapott a T-kontól. És ezek a jönnek össze ezek az összegek. Egyéb rendezvények, írtam én itt azt, hogy gyereknap, kézműves foglalkozás, karácsony, ünnepvárás, nyárutó, stb. Nem akar, mert ugye nem tudok mindent leírni, ami az 2010-ig 656 ezer forint volt. Falunapra 2010-ig beszélek csak, 1 millió, a 4 év alatt 1 millió 98 ezer forintot közvetlen átutaltunk az önkormányzatnak 3 millió 613 ezer forintot. Volt a Pádvári pályázati díj, pályázatírás az volt 480 ezer forint. A ravatalozóra az egyháznak fizettünk 1 millió 160 ezer forintot. Parkosításért, de és ez mind csak 2010-ről beszélek, 671 ezeret. Óvodának támogatás, csak ami ilyen úszás tanfolyamra, meg ilyen
tánc tanfolyamra, vagy mit tudom én, táncházra, vagy mire, fizettünk 385 ezer forintot, iskolákat 85 ezer forintig támogattuk, gyerekszínház volt 176 ezer forint, és itt nem is beszéltem arról, hogy ugye volt a felnőtteknek is színházlátogatás, amit ide nem tettem be, gyerektáboroztatás volt 850 ezer, és akkor volt egy ilyen, hogy a dönösi történetek, vagy valamilyen néprajzi, valami gyűjtemény a kulturális örökség. Igen, igen. Az, igen, az volt 250 ezer forint. Tehát 2010-ig kifizettünk 8.659, de ez tényleg csak az ilyen nagy kiragadott összegek, tehát ennél csak több volt az. És az újság, ami még hozzájött, az 1.700.000 forint a 4 év alatt. Tehát az 10.409.000, és 2010-ig kellett volna 7.900.000 odaadnunk, tehát és már akkor odaadtunk 10 milliót. Úgyhogy én mindenképpen is 2011-ben akkor ugye még jött az, hogy kellett volna átutalnunk a 2.200.000-t, ezzel szemben mi költséget 2011-ben 2.537.000-et számoltunk elő, illetve annyit adtunk az önkormányzatnak. Tehát ebből is látszik, hogy jóval többet adott az önkormányzatnak az egyesület, mint amennyit kapott a Tékomtól. Úgyhogy semmi esetre sincs olyan, hogy mi tartoz, vagyis hát, hogy az ötke tartozna az önkormányzatnak. Abszolút. És én úgy gondolom, hogy ezt az eredeti határozatot is azért kellene megszüntetnünk, vagyis visszavonni, mert ahogy lehet látni, az ötke soha nem költött magára, csak a falura. Mert még tényleg azt is lehet mondani, hogy a nyomtatványokat is magunk vesszük meg, mert mindegy, a pénztárbizonyaton kívül nem igen vesszük más nyomtatványt. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy ebből is láthatjátok, hogy tényleg milyen összeget és mire költöttük. Tehát semmi olyan nem volt benne, amit a mi kényelmünket szolgálta volna. Köszönöm, hogy szerettem volna. Robi? Itt a meghívóban átküldött anyagban ugye két darab határozat az, aminek a visszavonását szeretnénk, csak az egyiket találtam meg, tehát a 46/2007 9. 26-ait nem találtam meg, tehát ez ügyben nem tudom, hogy a többi képviselőtöveti társam tudja, hogy miről van szó, de én nem tudom pontosan. Melyiket találtam meg? Hát a 86/2013, most ahol ugye bepereljük az ötkét. De igen. És a másikat nem találtam. És a 46/2007 az nem betáltam. Hát az volt az, amire hivatkozott a Csonka. Nincs fönn a honlapon, igen. Értem, csak hogy ez nem volt fönn a honlapon. Értem, csak hogy én nem tudom, hogy a többiek fognak tudni szavazni, nem tudjuk, hogy mit vonunk vissza. Tehát hogy abban mi van leírva, szerintem fontos, hát, hogy egy határozatot. Ugye Robi abból kapták, szerintem, amit a Csonka nem volt az, amikor az utolsó nap mostak el, amikor az utolsó nap észre előtt a... Értem, csak mert mindenki tudja, hogy mi van ebben, mert én nem tudom. Amit az utolsó nap tudod, te is tudod. Béla, te tudod, miről van szó? Szerintem. Szeretném. Úgy gondolom, hogy a fő probléma, hogy nem a falogatott soha, hogy a egyesület mire költötte azt a pénzt, amit kapott. Innen onnan a tagdíjból egyébek, mert tisztán látszik a nyilvántartásból és a könyvekből, hogy az a fog lett költve. Az előző képviselőtestület beletapasztolott egy létező vagy nem létező szerződésbe, itt ez a fontos, és úgy gondolom előre a valami, ami nem található, és ha meg kell szüntetnünk, akkor kérdezem, hogy mit, akkor létezett, ennek szerint. Ha nem kell megszüntetnünk, akkor nem létezett. A fő problémát abban látom, hogy az előző testület talált egy ilyen létező vagy nem létező szerződést. Ebbe megpróbáltak belekapaszkodni. Ez alapján megpróbáltak anyagiakat visszakövetelni, és most azt is mutatnám, hogy úgy beállítani, mint ez hiányoznak annak a költségvetéséből.
A nagy probléma a részükről talán az lehetett, hogy mert hogy igazából nem tudtak beleszólni abba, hogy milyen kulturális rendezvények is valósulnak meg a faluban, ezt az Egyesület saját maga próbálta intézni, rendezni. Azt is tudjuk, hogy igazából nem volt jó a kapcsolat a kulturális bizottság és az Egyesület között, hogy meg tudták volna beszélni, hogy ugyan is történjen akár egy dömösi nap, vagy akár más rendezvény. Remélem, hogy a létrejött egy kultúrai bizottság, akkor hát, hogy is mondjam, sokkal jobban egy tudunk majd működni, sokkal jobban meg tudjuk beszélni, hogy a falunak esetleg milyen kultúrai rendezvényre van szüksége. Egy kicsit aggaszt engem is, lehet, hogy erről egy pár szót kell lejteni, mert ha volt egy ilyen szerződés, ezt meg kell szüntetnünk, akkor szüntessük meg. Szerződést. Bocs, közbevágok, nem szerződést szüntetünk meg, hanem határozatot. Mert is a határozat az volt. Mondja a szerződésnek a megszüntetését. Bocsánat. Igen. Az a bizonyos határozat az arról szól, hogy megállapodást kell kötni az önkormányzat és az Egyesület között. Ezt a határozatot okay, kell visszavonni. Mert az Egyesület és az önkormányzat között mindig egy adott projektre, egy adott témára külön egyenkénti megállapodásokat kötöttünk szóban, írásban. Mikor volt egy a lényeg, hogy végre lett hajtva. Nem látjuk tisztán, hogy és azért kellene ezt az egész régi egyszer is mindenkorra megállni, és tiszta lappal újraindulni, és én biztos, nyilván az volt a problémája az előző önkormányzatnak, hogy nem tudott azokhoz a pénzekhez hozzáférni, vagy arra a pénzre rálátni, illetve nem tudott belefolyni annak az elköltéséről való döntésbe. Bele tudott volna folyni, ha nem úgy kezeli az Egyesületet, nem ellenségként kezeli az Egyesületet az első pillanattól, hanem szép szóval azt mondja, hogy beszéljük meg és dolgozzunk együtt. Most erről szó nem volt, mi az Egyesület részéről mindig maximálisan nyitottak vagyunk arra, szép szóval egyezzünk meg és beszéljük meg, hogy mi legyen. Majd szóval a jövőben is úgy szeretnénk, hogy a kulturális bizottságra leülünk, megállapodunk, ilyen rendezvények lesznek, mit finanszírozza az Egyesület, mit az önkormányzat, persze az önkormányzat semmit, és mire elég a pénz, mire nem, stb. Amen. Én szerintem természetesen erről van egy ilyen szó. Én is így képzelem el. Én is, és mindig is így szerettem volna. Robi, ez azt szeretném hozzátenni, megint csak munkahelyemről példával hozva, hogy sokszor volt olyan, hogy megállapodás és szerződés nélkül gyönyörűen működött egy kapcsolat, egy külső és egy belső céggel, amitől egy megrendelő, meg egy szállító között. Akkor van a probléma, hogyha gond van, vagy mihez nyúljunk vissza, hogy igen, mi alapján volt itt. Ugye az elmúlt két és fél évben gond volt, mert a képviselőtestület más szeretett volna, mint az ötke. Ilyenkor jó, hogyha van leírva a papírra, hogy mi alapján tudunk eljárni, amikor úgymond gond van, és én is ezért ezt támogatom maximálisan, hogy legyen egy megállapodás a önkormányzat, vagy a képviselőtestület és az ötke között, hogyha nem az, hogy gond, én se szeretnék gondot természetesen, de hogyha bármilyen változás van, ugye pont az, hogy most szerintem egy olyan képviselőtestület állt fel, aki nagyon jól együtt fog, vagy együtt dolgozik az ötkével, de hogyha a jövőben, mint a múltban láttuk, nem tud együtt dolgozni, akkor igenis szerintem fontos, hogy ne tudja azt mondani az ötke, nem az ötke ellen beszélek, de hogy ez mégis ugye egy dömösi ingatlannak a bérleti díjából van az ötkének egy nagy része, a pénzének a nagy része, hogy ne tudja azt mondani az ötke, hogy én ne halok, hanem csak arra, amire én gondolom. Tehát ezért kell ezt leszabályozni és leírni, hogy ne legyen, igen, lehet, hogy rosszul néz ki, és igen, mondjuk az előző képviselőtestület másra költött volna, mint az ötke, de neki a szíve joga, mert egy ingatlan vagy egy bérlemény az, aminek a pénze befolyt és bejött. Mindegy, érdek ott parancsolj. Az alapkiindulás sajnos nem jó. Tehát az ötke nem bérleti a kapcsolatunktól. Elhoztam életet a szerződéseknek, és ez volt az előző testületnek a problémája, hogy ő ezt a szerződést nem látogatta, mert az a szerződés az Egyesületre tartozik, és ezt ő neki nem mutatta meg. Ez egy szerződés, az egy adományozási szerződés. Tehát az Egyesület adományt kap a Tékomtól. Ezt mindannyian tudjuk, hogy milyennek az alapja,
de ez egy adományozási szerződés, amit a civil szervezetek, a civil szervezet nem köthet egy olyan megállapodást egy önkormányzattal, hogy az önkormányzat meghatározza, hogy a civil szervezet megköltse a pénzét. Mert ez törvénytelen. Én nem, de Ildikó, te is azt mondtad, hogy aláírtad. Tehát, hogy akkor szerintem ez lehet egy ilyen dolog. És utána a két fél megállapodott, hát ez sem jobban és ez sem jobban, és ezt nem lehet aláírni. Hát a két fél megállapodott, és azután az ügyészségen is, és a rendőrségen is ugyanígy végigbeszéltük és megbeszéltük, és nem hiába küldtem vissza az ügyészség, hogy nincs bűncselekmény, és nincs semmiféle dolog, mert ez volt a törvényes eljárás, hogy mi visszavontuk, és onnantól kezdve a szóbeli megállapodások alapján, illetve azokat a papírokat is elhoztam, hogy egyedi megállapodások alapján kell, ezt mindig így kell csinálni. Tehát az önkormányzat azt mondja, hogy ebben a dologban a Körösi utca önrészének kifizetésében kérik az Egyesület segítségét. Az Egyesület hoz egy határozatot, hogy igen, támogatjuk, onnantól kezdve működik a két fél között, akár papíron is, mert mindegyikben van papírunk, és utána elszámolásként az önkormányzat, amikor végzett egy ilyen projekttel, akkor az összes számláit és szakmai beszámolóját eljutatva, becsatolva a könyvelésünkbe. Tehát ez ekkor van rendjén. Egy ilyen nagy megállapodást nem lehet kötni, mert nincs, tehát nem törvény, nem jogalap, tehát nincs ilyen. Tehát akkor lehetne, ami a önkormányzatnak az alapítvány lenni, de mi egy teljesen civil önkormányzat mentes alaptejtés önkormányzat. Az, hogy ez annak idején így kellett megcsinálni, tehát a TÉKOM ez így volt, tehát ezzel nincs mit magyarázni. A magával menetted, mikor a képviselőtés azt mondta, hogy oké, önkormányzatnak ennyit tudom fizetni, a többit nem tudjuk fizetni, a többit adományba tudjuk odaadni. Adományozni önkormányzatnak nem lehet, adományozni egyesület nem lehet. Egyesület ide mondta. Ezzel természetesen mondták, ezzel semmi problémát is. Még támogatnám is a egyedi témára, egyedi feladatra való megállapodás. Tehát ezzel semmi gondolom nincs meg. Képviselőtársaság mindenkinek. Nekem ezzel nincs olyan problémát. Tehát támogatnám ezt a dolgot. De hogyha egy más cég adna adományt a ötkének, akkor nem volna semmi gond. Csak pont az a cég azok, akitől... Igen. Hát mint ahogy azért tudott többet adni az ötke, mert más cégtől is kapott, és nem is kevesebb. Hát hál' Isten több lábban, és egyetlen lábban áll az Egyesület a munkájának köszönhetően. De én is azt javaslom, amit a Béla mondott, hogy esetenként megállapodás közösség. Csak hogy a Bélát megmutatom, hogy a Körösi utca esetében én polgármesterként írtam az elnöknek egy levelet, hogy szíveskedjen ilyen és ír a célra segíteni rajtunk, és beszállni. Ilyen leveleket ír az ember, mert ez a rendje. És akkor semmi gond. Tehát nyilvánvaló egyedi kérelmek azok beleférnek, mint ahogy a másik embernek nem ír levelet, hanem szóba oda megy az Ildikó, és azt mondja, figyelj, lesz nekünk ez az ünnepelünk, akkor kéne kurzlitát bor, vagy mit tudom én, ez meg az, meg amaz, segítsetek. És akkor segítenek. Ennyi. Van, ahol írni kell, van, ahol nem kell írni. Én a dolog, nyilván a régiekről már tényleg nem akar beszélni az ember, mert abszurd az egész helyzet, de mint hogy itt egymás mögött van a két napi rendi pont, azért azt lássuk, hogy egyik esetben 12 millió forint megnyert pályázatot lemondanak, és kidobják az ablakon, a másik
esetben pedig görcsösen ragaszkodnak egy megalapozatlan 12 millió forint befizetéséhez. Nyilvánvaló a szándék nem a pénz megszerzése, mert akkor nem dobták volna ki az ablakon a 12 millió forintot. Ennyi, amit még hozzá tudok tenni a történethez. És... Gyere után, parancsol. Igyekszem röviden. Már csak azért is, hogy nem vagyok képviselőtestet tagja. Parancsol. Akár, meg is volna fog Ildi, mi dolgok csináltunk együtt rendezvényt, úgyhogy én kértem az Egyesülettől a tojásfestéshez támogatás egy szóra megkaptuk. Tehát ezt azért akartam elsőként mondani, mert legkevésbé nem szándékom senkinek sem a tisztességét, vagy a jó szándékát kétségbe vonni. Ennek ellenére azt látom, hogy anno 2007-ben született egy olyan képviselőtestületi határozat, ami mondjuk jogsértő, amit tényleg vissza kéne vonni, mert ezáltal megszűnik egy komoly jogi probléma. Viszont emellett nyílik egy olyan luk, amit tényleg kezelni kell, hiszen az az adomány az nem az évből jött, hanem az adott ingatlan kapcsán ajánlotta föl a PKOM, tehát ez egy pénzügyi megoldás volt akkor. De gyakorlatilag ezt a pénzt ilyen úton tudta a TECOM idehozni Dömösre. Viszont e fölött a pénz fölött valamilyen szinten kell egy rögzített megállapodásnak lenni, együttműködési szerződésnek nem tudom, hogy milyen formán, ezt okos jogásztal meg kéne kérdezni, ezt hogyan lehetne megcsinálni, mert tényleg érzem, látom pont elmúlt időkből, hogy a pénz felhasználásánál személyi konfliktusok beleszólhatnak, és ez így nem van jól. Frondán mondtam, de nem van jól, mert ne azon múljon a pénznek, ami gyakorlatilag a falué, a felhasználása, hogy egy adott kör, aki a pénz felhasználásáról most dönt, milyen viszonyban van azzal a két embertől a képviselőtestetben. Mert ha éppen jóban vagyunk, akkor dolgozunk együtt. Nem vagyunk jó, akkor nem dolgozunk együtt. Ez sem egy jó állapot. Tehát erre is ki kéne találni valami stabil, fogható, tehát megoldás. Ha nem vagyunk jóban, akkor nem fogsz tudni kitalálni semmilyen jó megoldást, se adminisztratívat, se egyedet, mert akkor nem működnek a dolgok, hogyha a viszony nem megfelelő. Ez egyszerűen ilyen egyszerű. Ha egy keretmegállapodást kötünk, akkor viszont igenis jogilag kitesszük magunkat annak, hogy jön egy olyan képviselőtestület mondjuk ismét, amelyik nem szereti a egyesületet, és akkor megint elkezdje pontosan azt a, hadd nem mondjam, micsodálgatást, amit a Csonkáik csináltak velünk itt több mint két éven keresztül. Én magam részéről azt mondom, hogy nem. De ezt nem ők is mondod, nem képviselő. Ez a bal, ugye elég sok képviselő, öt kés is. De az egyesületnek van egy alapszabálya. Az egy alapszabály, rajta van az interneten is, az is meg lehet nézni. Minden egyes pontja arról szól, hogy nagyjából csak a falura lehet költeni. Most az egyesület ezen felül teljesen nagyon jóba lesz, vagy nem lesz jó a benne lévőkkel, nem költhet másra akkor sem, csak arra, ami az alapszabályában van. És azt mondom, hogy azok az alapszabály elemek, azok azt kell mondjam, hogy garancia arra, hogy nem tudjuk hülyeségbe költeni. Mert a másik, és ezt is mindenki tudja, felügyelőbizottságunk is van, aki ráadásul jegyző, a másik a jegyzője, ő aztán minden egyes pontot megnéz, hogy az belefér-e, és csak arra lehet költeni. Tehát, én azt mondom, hogy ez annyira túl van biztosítva ez a mi egyesületünk, és ezzel így, hogy most már X kihallgatáson túl vagyunk a rendőrségem, az ügyészségre, 100%-osan nem vagyunk győződve róla. Hogy ez egy olyan bebiztosított rendszer az egyesület és az önkormányzat számára is, hogy csak ennél jobban nem lehet találni.
És azt mondom, ha valaki nem, látja jónak, lépjen az ötkébe, és az alapszabályt akkor lehet módosítani. Lépjen az ötkébe, és vegyen abban részt. És akkor menjen, tehát oda-vissza, tehát a negatív visszacsatolás is játszik. Tehát ennél jobb hozzátenni. Én is azt gondolom, hogy Béla mondja, hogy nagyjából tekintete arra, hogy a jelenlévők szerintem mindenütt ugyanazt gondolják, hogy technikai és jogértelmezési problémákról beszélünk, és hogy is mondjam, nem a cél szentségéről. Itt mondjuk egy példa jutott eszembe, hogy hát most a árvíz kapcsán a magyar kormány állami pénzből föltett rengeteg hirdetést adományvonalak reklámozására, és begyűjtött 500-600-700 millió forintot, amit Abstart átadott a karitatív szervezeteknek. De ő mint állam gyűjtötte be, és úgy kérte az embereket, hogy fizessenek, majd utólag tájékoztatta őket, hogy mégis odaadjuk azoknak a szervezeteknek, akik ezt megfelelően szét tudják teríteni. Tehát én azt gondolom, hogy a civil nevező kontrollnak, vagy nevezhetjük más esetben kontrollnak, vagy a civil szerepvállalás, ez nagyon fontos, és nem gondolom, hogy a magyar állam becsapta volna a lakosságot azzal, hogy azt nem mondta meg előre, hogyha te a telefonon befizetsz 250 forintot, akkor azt majd odaadom Máltának, vagy a evangelikusoknak, vagy a baptistáknak. Tehát rengeteg olyan, hogy is mondjam, együttműködési forma van, ami a bizalmon alapul, és nem hiszem, hogy bárki is azt mondaná, hogy na, én kérem vissza a 250 forintomat, mert azt nem mondták, hogy a baptisták fogják szétosztani előre. Tehát én azt gondolom, bizalom a legfontosabb, ha nincs, akkor úgy sem működik semmi, tehát, és a szabályozás is olyan dolog, hogy lehet nagyon szabályozni, lehet kinevezni kábel-tv lektort, de attól nem lett demokratikus a kábel-tv szolgáltatás, mindent lehet nagyon szabályozni, de nagyjából attól még nem működik. Ugye klasszikus példa, hogy egy kicsit lazítsuk a gondolatmeneteket, ugye az amerikai alkotmány a 135 mondatból áll, az Európai Uniónak csak a tyúktenyésztése 8000 oldal, és nem jobb a tyúktenyésztésünk, mint Amerikában, tehát lehet nagyon szabályozni az egész működést, de hogy az nem segíti a lakosság, vagy nem szolgálja a lakosság érdekeit, az biztos. Tehát köthetünk itt mindenféle megállapodást, Ildikó. Még egy szó hozzá, hogy ez még egy évig, tehát 7 évre szól a szerződés, jövő január van lejár, tehát még az idejét most már remélhetőleg átutalják, és még egyszer fognak utalni. A szerződés utolsó mondata az, hogy a lejár után felek megállapodhatnak a folytatásban. Én csak annak dukkolok a tavalyi év után, ami nem, hogy a Fékon ne gondolja magát, mert tehát velük is beszélve, meg ugye tartva a kapcsolatot, tehát iszonyatosan trombolt tavaly az előző testület. Tehát abba bízunk legalább, hogy ezt meg fogja hosszabbítani, hogy ide fogja adni egyáltalán. Tehát erre kell most majd Bogárásker úrnak is, meg majd nekem is nem tudom majd hogy nem tanulszták járni, hogy még egyszer ilyen nem is, és tehát őket hoztuk el ezt a helyzetbe rettenesen. Egy mondatot. Parancsolj. Csak annyit mondanám, hogy kicsit alpárja rohadtul jó helyen van, mert nem lehet másodban felállni a dolgokőre, tehát nem fogják lebontani, szerintem. És a további együttműködő gyümölcsöző lesz, reméljük. A másik, Andrásnak is, a Gábornak is van igazsága, és szinte mind a ketten ugyanazt az élet hozták fel. Ha megkötjük, akkor a testület úgy gondolja, hogy áll elejét, akkor belebeszélt a dolgokba, hanem ha olyan a testület, az egyesület azt mondja, hát akkor én ezeknek nem segítek. Én azt mondanám, hogy ez a másfél éve bizalmon alapul együttműködést szeretnék részemről, magam nevel beszélek, és meghagynám a következő testületnek, hogy akar-e határozottan esetleg ezen változtatni. Az előző, tehát a 3 évvel ezelőtt az előző testület működött, mert nem volt kérdés, tehát egyszerűen nem is jutott eszünkbe, hogy ez kérdés lehetne, hiszen előtte látható a semmi testület ülésre nem volt erről szó, mert egyszerűen nem kellett. Béla, biztos.
Bélának mondjam, de azért kéne most visszavonnunk ezt a 2007-es határozatot. Te is úgy gondolod, ugye? Értettem. Jó, csak azt akartam tudni, hogy te is úgy gondolod, mert nehogy az legyen, hogy ha jön valaki, egy, majd egy másik, akkor megint kezdődik, és megint a feljelentések, meg és ezt kerüljük el szerintem. Erre gondoltam a bizonyos. Jó, oké. Köszönöm. Én is egy nagy mondatot mondanom, csak egy határozatot visszavonunk, és ugye, amit a Béla az egy nagyon jól mondott, hogy mi nincsen jegyzőnk, aki ugye ennek a jogi dolgoknak a szakértője, szakembere, és hogy tényleg én azt ajánlanám, hogy akkor vonjuk ezt vissza, hogyha egy másikkal, egy jegyző által, mi azt tudjuk mondani, hogy igen, egy olyan menetre tereljük a dolgokat, ami jog szerint két oldalon. Hát a döntés tartalmi része az mindig a képviselő testület felelőssége, ezt a jegyző nem fogja azt mondani, hogy te másképp gondolkodjál. A bármilyen határozatot bármikor visszavonhatsz, tehát annak nincs jogi relevanciája. Úgyhogy én ezt nem érzem olyan súlyú dolognak, hogy ne tudnánk dönteni. Zárjuk le. Nagy mondat. Igen? Az a elszámolás szerű, vagy nem tudom, tehát a prezentáció, hogy a Köcske adott, hogy az elmúlt években költés, nem hozható nyilvánosságra? Fönn van a honlapon. Nem, 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 talán 2012-ben még más nem volt rendezve. Illik élnek a unokái várják, úgyhogy akkor szerintem zárjuk el ezt a szállat. És aki egyetért azzal, hogy a 46 per 2007 9.26-án hozott önkormányzati határozatot a képviselőtestület létrejött a időpontjáról visszamenőleges hatályon kívül helyezi, az kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aki nem, és 1, nem. Aki egyetért azzal, hogy a 88 per 2013-ben 30-án hozott önkormányzati határozatát létrejött a időpontjára visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helyezi, az kézfelemeléssel jelezze. 7, igen. És nekem ez lenne egy kiegészítő határozati javaslatom. Ugye az ettervezőnek a megbízása az arra szólt, hogy beadja a járásbíróságra. Én azt javaslom, hogy bízzuk meg az önkormányzat ügyvédjét, hogy a határozatunk, visszavonó határozatunknak megfelelően a járásbíróságon járjon el és szüntesse is meg ezt a folyamatot, mert nyilván valahogy el kell varni a szállat. Tehát aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat ügyvédje dr. Szűcs Imre Zoltán az előbbi visszavonó határozatunknak megfelelően az esztergomi járásbíróságon járjon el, és a per megszüntetése érdekében cselekedjen, az kézfelemeléssel jelezze. 2, 4, 6, 7, igen. Köszönöm. Harmadik napirendi pontunk. A Kékozza Parking Kft.-vel szembeni jogi eljárás megtárgyalása. Sajnálatos módon a Kékozza Parking Kft. Nem veszi át a tértüvevényt, szóbeli értesítést nem hajlandó elfogadni. Többen megpróbáltuk a képviselőtestületből, hogy tájékoztassuk az önkormányzat döntéséről, miszerint a bérleti szerződése megszűnt. És akkor tetejében még alpári módon beszél a képviselőtársainkkal. Én azt gondolom, hogy most már 10 nap után nincs mire várni. Az is érdekes, hogy a tértívevény még miért nem érkezett vissza, de ezt majd a posta megmagyarázza, hogy lehet az, hogy 5 nap kézbesítési szándék után még 10 napja sem érkezik vissza. És az eredeti határozat, megszüntetett a szerződésbontó határozat alapjául szolgál az, hogy egy forintot nem fizetett még ebben az esztendőben bérleti díjat. Ez több mint 1 millió forint ez idáig. A szándéka nyilvánvalóan nincs is meg a viselkedéséből adódóan a Kft. Képviselőjének, ezért azt gondolom nincs mire várni. A jogi eljárást indítsa meg a képviselőtestület mind az elmaradt bérleti díj beszedésére, mind pedig arra, hogy a bérleti szerződést jogszerűen megszüntnek tekinthesse az önkormányzat, és ne kelljen azon vitatkozni, hogy hát még nem vettem át a értesítést, tehát érvényben van a szerződés.
ezt nem akarunk, gondolom, senki nem akar birkózni, majd azt megoldja a képviselő meg az üveg, és akkor a jogász megvégzi a dolgát. Erről igen lehetőség van, hogy ugye a második határozatban az van, hogy tudomásul vegye, hogy mi felmondottuk. Tehát egy ügyvéd, hogy milyen lépést tud tenni, csak hogy értsen. Hát először is itt volt az úriember, amikor döntöttünk, tehát elindulhatod a tudomásban róla, és emiatt szándékosan nem akarja átvenni, mert... Értem. Csak hogy az ügyvéd nem tud ezeket tenni, mert nem beszél. Hát ez jogi mondatokba szerkesztve. Megírja, kipostázza. Elvileg jogilag a kétszeres tértőlemény visszajönni, hogy nem veszi át, az kézbesítettnek tekintendő. Igen. De mint az első se jött vissza 10 nap alatt. Megint kérdezem, hogy egy képviselőtest, hogy a határozat meg lehet hirdetnénybe. Igen, tényleg. Hát, tehát bármi más határozom, személyszállítás egyebek, ami fontos a lakosságnak. De most nem tudom, hogy ez így magánszemélyre, vagy egy ilyen közösségre. Nem olvasni. Másképp unatkozik, mert ha hirdet például megnézni, és azt valahol el lehet olvasni. Hát az azt mondja, hogy olyan alfabéta is nem tud olvasni, aztán kész. A polgári ellentartás kimondja azt, hogy cég és cég között, tehát jogi személy között, kereset indítás előtt kötelező a berendkívüli egyességre való írásbeli törekvés. Tehát enélkül be sem lehet adni a keresetet. Tehát mielőtt a önkormány... Nem keresetre gondolunk. Tehát a jogi lépést megindítani gyakorlatilag ahhoz, hogy beszedést, tehát a kényelmőségnek a beszedésére, tehát fizetési meghagyás bocsássanak ki, arra ellenére is előtte le kell tenni a megfelelő felszólításoknak, be fog állni a kézbesítési vélelem, de annak a törvényben megadott határidei vannak, sajnos muszáj betartani, az még pár nap, de az lekegyek, onnantól jogilag kézbesítettnek számít a papír alátvette, hanem élhet a kézbesítési vélelmére vonatkozó megdöntési kérelemnek, erre vonatkozóan is a törvény egyértelműen mondja, de mindenféleképpen, tehát hogyha egyrésztről ugye két dolog van, ami most jobb jellemes. Az egyik az, hogy a szerződés tartalma ellenére nem fizetett, tehát tartozik 6 havi pénz, ami jól értettem, kb. 1 millió forint. Az ennek egyszer gyakorlatilag simán meg kell bízni az ügyvédet, azonnal lehet, tehát a fizetési felszólításon aztán a kettőn már túl vagyunk. Egyszerűen be kell adni a bíróságnak fizetési meghagyást. Akkor a bíróság az kibocsátja az irányába, ha ő nem tud jogszerűen tiltakozni, akkor az jogerőre emelkedik, onnantól végrehajtónak odaadható. A másik az az, hogy ő a felmondás ellenére továbbra is jogellenesen üzemeltetni akarja, tehát a parkolcsatást végez, és ha jól értelmeztem, amit korábban hallottam, akkor még ő kért birtokvédelmet a rendőrségtől. Ez egy másik külön szál, ez gyakorlatilag ez az, amihoz először muszáj ha ebben jogilag fel akar lépni az önkormányzat, akik azok Kft-vel szemben, akkor előtte muszáj megfutni a berendkívüli egyességre való, tehát föl kell szólítani, hogy hagyja abba, szüntesse meg, vegye tudomásul, ha ebben nem rába, egy is végig kell várni, majd ugyanúgy nem fogja átvenni, végig kell várni, és a kézbesítési adatot betes, és akkor lehet elindítani ezzel kapcsolatosan egy kártérítési igényt, mert erre viszont jogosult onnantól az önkormányzat. Csak azért mondom, hogy miért az ügyvédhez mentek, tudjátok, hogy ez a mellett. Köszönjük szépen, ez a szándékunk. Ha nincs más észrevétel, akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért azzal, hogy a két határozat javaslat, hogy az önkormányzat ügyvédje Dr. Szűcsimbe Zoltán, akik az a Parking Kft. Által az önkormányzat az aknak meg nem fizetett bérleti díjra fizetési meghagyás közjegyzőhöz történő benyújtását kezdeményezze, az készfeleléssel jelezze, és egyben ebben az ügyben jogilag eljárjon, az hét, igen. A második pedig, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat ügyvédje Dömösközség önkormányzat bérleti szerződését bontó határozatát eljárjon abban, hogy a szerződés bontó határozatát végre tudomásul vegyen a Kékhoza Kft. Ügyvezetője, az készfelemeléssel jelezze. A technikáját majd kitalálja az ügyvéd úr, hogy ezt hogy tudja elérni. Rövid, bocsánat, már rövid. Ja, jó.
Negyedik napirendi pontunk a Árvíz kapcsán, mindenki tudja, a 11-es út le volt zárva, a Táncsics Mihály útra volt az elterelő út gyakorlatilag. Ezen jártak a gépjárművek, buszok, katonai konvojok, mindenfene. Az állapot, Táncsics utca egyébként is rossz állapota most még katasztrofálisabb lett, és a Viszmajor helyzet lehetőséget ad arra, hogy a helyreállítás során a Táncsics utcában bekövetkezett káreseményeket az állam kártérítésében meg tudjuk oldani. Ehhez szabályszerű szakértői vélemény kell, kamarai tagság, minden egyebek, és nyilvánvaló egy költségbeslés. Tehát, ahogy az elején említettem, július 24-ig van pontosítanunk az előzetesen becsült kárigényünket, hogy ez pontosan milyen összeget tartalmazzon. Ehhez szükséges egy úttervező mérnöknek a megbízása, aki ezt felméri és megadja a költségbeslését ennek a munkának. Természetesen az előzetes beadványban mi az egész Táncsics utcát belevettük, helyrajzi szám szerint, hiszen gyakorlatilag végig károsodott az úttest. Nyilvánvaló itt az első 70 méter az óvoda környékén ez kisebb javítást igényel, de a következő másik 500 méter, hát ahogy bejártuk a területet ott a tervezővel, az gyakorlatilag az teljes aszfaltozást igényel. A tervező szerint visszabontás, majd megnézi pontosan, de több helyen visszabontás és 40 centi új szerkezet, tehát tömörít, tehát egy teljes pályaszerkezet megépítése szükséges. Ezt majd a végleges ajánlatban meglátjuk. Ugye nyilvánvaló ez utóbbi megoldás nekünk kedvező lenne, hiszen az elmúlt 10 év közmű fektetési hiányosságait talán helyre tudnánk állítani véle. De az is biztos, hogy egy ilyen volumenű munka azért sokkal nagyobb, hát majd meglátjuk, hogy végül is mit javasol az úttervező, és mit fogad el a belügyminisztérium. De hát itt a lehetőség, úgyhogy nyilván pontosítani kell a beadványunkat. Ezügyben megkértem Bukovics László urat. Ő tervezte nekünk már a Körösi utcát, annak idején a Vertel utcát. Hát gyakorlatilag végig jó munkakapcsolatunk van, de nyilvánvaló a környéken ő végzi Visegrádot is, ő mérte föl is, Maróton is ő mérte föl, úgyhogy esztergomi illetőségű. Jó a kapcsolat. 95 ezer forint plusz áfa, azt hiszem az volt az árajánlata erre a szakvéleményre. Nyilván a szakvélemény az perdöntő, hiszen az alapozza meg a kárigényt, és az eddigi tapasztalatok szerint ezt a belügyminisztérium már nem nagyon szokta húzni, vagy lehúzni, úgyhogy értelemszerűen fontos, hogy ki csinálja ezt nekünk. Van egy kérdés ezzel kapcsolatban? Robi? Szüleim a Táncsics utcában laknak, sokszor járok hozzájuk, és ott tényleg lehet látni, hogy nem jó állapotban van, én csodálkoztam is, hogy hát a polgármesterünk is ott lakik, és mikor lesz már felújítva ez az utca, mert hogy ez lesz a legutolsó, vagy nem tudom, de hogy tényleg emlően nem szeretek a szüleimhez járni, mert tényleg nagyon ramati állapotban van. Azonban nekem így lelkiismereti gondjaim vannak azzal, hogy most ráhúzzuk erre a kéthetes forgalomra ezt az egészet, hogy felújítsuk innen a legvégéig Viszmajor pályázatból, mert szerintem nem ez a két hét tette ennyire tönkre. Én tudom, hogy jó, hogy jön a faluba a pénz, és milyen szép, hogy megújul a falu, de az, hogy egy Viszmajor pályázat, amikor máshol mondjuk tényleg máshol tudnánk tenni, és hú, de jön a faluba, ez nekem ilyen lelkiismereti problémám, hogy én erre pénzt kérjek, mert ezt én azt mondom, hogy ez nem igaz, hogy emiatt ment tönkre a Táncsics utca, hogy két hétig itt mentek az autók, hanem tényleg ahogy Lajos is mondta, az elmúlt 10 év alatt ment tönkre,
és akkor ezt kicsit hozzákapcsolnám ahhoz, hogy ugye a következő napi rendipontban meg azt fogjuk tárgyalni, hogy ugye az előző képviselőtestület megint egy viszonylag pályázatból még 5 millió forintot szeretett volna valahol a falura fordítani, és ott meg azt mondtuk, hogy hazugság és nem igaz az, amit ők leírtak, pedig ott is jött volna a falura a pénz, itt is jött a falura a pénz. Én nem látom a kettő közötti különbséget, hogy ott azt mondtuk, vagy azt mondta a képviselőtestület, illetve a polgármester, hogy már pedig nem, az hazugság is nem jó, és az, hogy itt a két hetes valami ezt tönkretette, szerintem ez ugyan olyan hazugság. Ezt szerettem volna mondani. Parancsoljátok? Én azt gondolom, hogy amiről Robi beszél az 5 millió forint, a maronpatak soha nem folyt mondjuk a Páncsik Mihály úton, tehát az nem hozhatott oda lehetősége. Itt viszont valójában forgalom ment, ami nem javított az út állapotán, az biztos. Ezt is máshogy nagyon is megadta neki a végsérdekést. Ráadásul esősége is volt, fel is az út, végül az egyébként is rossz út. De én szerintem nem kell egy olyan kis megfordulásra pedig neked. Nagas? Bocsánat, az előző árvíznél nem ugyanarra mentetek? Hát mindig arra, hogy szétesése mondjuk tekintetjük gyűjtő viszonylónak is, hiszen van a 2006-os árvíznél is, hogy megkapcsolják a tekerhangot, 90-es megkapcsolják, és utána nem legyen fejreállítva, és a napi használatot továbbra mondták, ennek meg olyan nem ilyen lelkiismereti problémára abból, hogy hiszen egy olyan használatnak van, és mondjuk az a menekülőt. Tehát, hogy mi van, hogy a tizenegyesen várható tényleg, tényleg, hogy egy nagy baleset történik, amivel lezárják az utat, akkor így csak arra lehet elmenni. Tehát annak az útnak a karbantartottsága mindnyájunk érdeke. És az, hogy tönkre ment, abban nagy valószínűség, hiszen normális esetben a kukás autón kívül ott teherforgalom nincs. Viszont amányszor ilyen van, a sóder szállítótól, a homok szállítóig, mint 20 tonnás kocsik mennek, az elég egyszer egy olyan végig menjen, egy nem arra tervezett úton, hogy őkre összetörje, tehát egy teherautó elég ahhoz. Tehát ebből ne érezd úgy, hogy most itt mi elveszünk valakitől olyan közös viszonyról abból pénzt, ami nekünk nem jár. Tehát mert most mondjuk, ha ebből a viszonyról, hogy olyan utcára kérnénk, felújítási pénzt, ami mondjuk körülbelül a tárolóba verhet fölött, mit tudom én, de szóval szépen, akkor az biztonság lenne. De ez tényleg ettől megy szép. Így van. Meg akkor relatívan, a szabad szólnak, parancsol, itt most már több tíz éve is volt arról szó, hogy ha lehetőség lenne, még szélesíteni is kellene ezt az utcát, de nincs lehetőség. A tárvíz esetén semmi más lehetőség nincs a környéknek, hogy mondjuk Pilismarót és Visegrád között közlekedés legyen. És ott van az a megállítós tábla, és azt sem veszi senki komolyan, mert ott parkolnak változatlan az autók, még ott a nagy forgalom megy akkor is. Tehát egyszerűen nincs más lehetőség, hogy ott a forgalom máshol elmenjen. Tehát pont jó meg kellene azt az utat építeni, ez bírja a kikérdést, amikor tényleg szükség van rá. Meg hát Visegrádban is kellene egy kicsit tárgyalnunk, hogy ott az erdő alá, hogy már nem ültegetünk, hogy ott jobban el lesen járni egy-két fát, ott megvárni meg. Mert olyan mértékben benőtt a lombozat, hogy attól tetejét hűzze a pár. Világos. Azt hiszem, hogy nagyon meglepődnénk, hogy milyen utakra adnak be a Dunamenti felújításokat. Ahogy a Bukovics úr említette, Visegrádon a járdák is részei. Nyilván a 11-es szállami út arra nem lehet, de a belső utca szerkezetben azért élnek a lehetőséggel. Maga vele a járdám, mivel az ember nem mentek be. A Veres utcában is a járdát végig lehetne csináltatni. Szavazásra bocsánatom a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Táncsis Mihály utca felújítására szükséges tervezői szakvélemény elkészítésre megbízzuk a mérnöki szolgáltató Kft-t. A mellékelt árajánlat alapján az készfelemeléssel jelezze. 2, 4, 5, 6, 7. Köszönöm szépen. 5. napi rendi pontunk, Dömös önkormányzat és novátoros polgármester közötti terek megtárgyalása. Itt, ahogy a bevezetőben említettem, 2 futóter van, és rengeteg ehhez kapcsolódó határozat. Ebben az esztendőben én a
felfüggesztő, illetve fegyelmi határozatokat nem nagyon kaptam meg, így hát nem nagyon tudtam, hogy mi a pillanatnyi állapot. Megkértem a munkatársamat, hogy ugyan gyűjtse már ki, hogy hol tartunk a felfüggesztésekben és a fegyelméken. Én helyre közben mindig 26-27 fegyelmi határozatot írtam, megmondtam. Most ezzel szemben hát inkább gyűjtőnéven büntető határozat, hogy 46 darabban, amit a kollégám kigyűjtött. Nem meri azt mondani, hogy nincs több, csak most ebben a egyébként is részterhes időkben ennyire volt energiája, hogy ezt nekem találta meg első körben. Ugye még lappanghatnak ilyenek mondjuk házi irattárakban. Azért mondom gyűjtő néven, mert mondjuk ebből a 46-ból, hát ha jól számolom, akkor 44 az ilyen fegyelmi jellegű határozat, és kettő a büntetőnek tekintem, mert gyakorlatilag a mai napig 1000 forintot kellene a laptopomért fizetni, amit én az önkormányzat laptopjaként használom. Tehát naponta. A nyilvánvalóan ez is egy büntető határozatnak minősül. Amit ha nem von vissza a testet, akkor nyilván nekem a szülőnek muszáj kiszámlálnia, és akkor én itt nem fogom befizetni. Tehát akkor van egy ilyen extrex helyzet, hogy ő kiszámlázza meg az a dolga, én meg nem fizetem, a bevételi oldalon szerepel, mert ott van a kibocsátott számla, viszont sose fog teljesülni, aztán most nyilván nem fogunk a bíróságra menni ez ügyben, de ez is egy ilyen abszurd helyzet. Említettem kettő pert, ami az önkormányzat és köztem van az előző dolgokából. Az egyik az 2011. január 27-i határozattal indult, amikor már elég régen azért felelevenítem a jelenlévőknek, ugye akkor a képviselőtestület az illetményemről nem döntött hónapokon keresztül, és január 27-én döntött, a törvényi kötelezettség ellenére nem döntött hónapokon keresztül, és január 27-én döntött az illetményemről. Időközben december 24-én megjelent egy olyan jogszabály, hogy a képviselőtestület maga állapítja meg az illetményt, hát nyilván erre vártak a fiúk, és akkor kisebb összegben állapították meg. A korábbi szabályozás a testület alakuló ülésén, illetve ősszel pedig az volt, hogy a korábbinál nem lehet kevesebb. Nyilvánvaló ez volt az első büntető határozata a képviselőtestületnek, és utána épült fel a többi. Én ezt akkor is vitattam, és azóta is vitatom, notabene csak jó későn 2016-ban nyújtottuk be a pert, addig néhányszor próbáltam megegyezésre jutni, hát nem sikerült. Ez az egyik pert. Ennek tekintettel arra, hogy illetmény különbözetről szól a pert, és tekintettel arra, hogy itt most pontosan nem tudom, de körülbelül 35 olyan határozat van, ami illetménycsökkentésről szól, csak hogy lássák, azt mondja, van, ami 13%, itt most kapásból látok 4 olyan határozatot, 20%, akkor 1 hónapra, 3 hónapra 20%-ból van, vagy 4, nem 6, nem 7, hát szóval mindegy, rengeteg van, de értelemszerűen ezek is a per tárgyát képezik, tehát meglehetősen összetett az ügy. Ezekre a büntető jellegű illetménycsökkentő határozatokból én csak egyet támadtam meg a bíróságon, ez a másik per. Notabene azt jól érzékelték az elődök, hogy én ezt pénzzel nem fogom bírni, hogy mind a 35-öt, mert mindegyik külön ügy, mindegyikre ügyvédet fogadjak, és hát ugye aki itt volt az előző ülésben, azt tudja, hogy csak az az egy ügy nagyjából 200.000 forintos ügyvédi díjnál jár nálam. Most tehát 35-tel beszorozzuk, nyilvánvalóan nem bírtam, vagy nem tudtam, hogy nem fogom bírni, és ezért nem is támadtam meg a többit. De minthogy a per, az alappernek a részei, ezek a csökkentő, illetménycsökkentő határozatok, így gyakorlatilag azok is a bíróság előtt vannak. Hát nagyjából ennyi a két perre vonatkozó előzetes információ, csak úgy felelevenítés kapcsán. Még annyit érdekességként, hogy a nevezzük az egyiket 20%-os illetménycsökkentés, 20%-os pernek, a másikat pedig az
a nagypernek, a 20%-os ügyben, ahol azt a bizonyos Robi által említett fagyos időjárást én szeptemberben nem írtam alá, és ez alapján kaptam a fegyelmi büntetést, a 20%-os illetménycsökkentést. Ebben a perben most volt tárgyalás május 9, nem június 9-ig, nem? Már valamikor? Nem, két hete, mindegy, valamikor kézzel, 13-án, bocsánat, tehát már hivatalban volt az este, 13-án. Meg volt a tárgyalás, nyilvánvalóan az önkormányzat részéről senki nem volt ott. A bírónő most a jegyzőkönyvben, illetve a végzésében kötelezte az önkormányzatot, mint a másik felet, hogy a bizonyítási indítványát terjessze be. És ez az a 15 napon belül, tehát ez az az időfényező, amint belül az önkormányzatnak, ami furcsa, hogy most mi pereskedünk egymással, hiszen nem pereskedünk egy, vagy nem vagyunk rossz viszont egymással, de hát mégis az önkormányzatnak kell gondoskodni, vagy ügyvédről, aki ezt a bizonyítási indítványt benyújtja, vagy a testületből egy képviselőről, aki ezt megteszi, és akkor folytatódik tovább, vagy pedig, ahogy az Éva a szervei ülésen jelezte, hogy ha van rá mód, akkor fejezzük be közös megegyezéssel, úgyhogy ezzel ne legyen senkinek mondjuk további anyagi kára. Annyit, és akkor a másik, a nagyperben is, ott pedig az Albert ügyvéd úr kérte a testületet, hogy jelölje ki azt a szemét, aki a perben részt vesz, és irányítja őt munkájában. Tehát itt van egy lépéskényszere a képviselőtestületnek. Én annyit még el szeretnék mondani, és ugye valamelyik ülésen az András is megemlítette, hogy hát nem lehetne úgy lezárni, hogy mindenki enged valamiből, és az Éva azt hiszem szerdán említette ezt a közös megegyezést. Én a képviselőtestület részére írtam egy levelet, hogy én mit tudok tenni ennek az ügynek az érdekében. Nyilvánvalóan, most nem biztos, hogy a levélnek a sorrendjében mondom, várjuk puskádot. Itt nagyjából az önkormányzatnak eddig 830 000 forint ügyvédi költsége keletkezett ez idáig, amit a Szilvi kigyűjtött. Nekem 784, ez is érdekes, hogy nekem miért kevesebb az önkormányzat, ugyanabban a terben az önkormányzatnak miért több, de hát ez a tényszerű dolog, és az még érdekesebb, hogy a bizonyos nagy terben nekem 595, még a önkormányzatnak 839 az ügyvédi költsége, tehát ott van egy 250 000 forintos eltérés, ugyanarról a tervről beszélünk. Én örülök, mert az én ügyvédem olcsóban dolgozik, tehát nyilván, ha nekem fizetnem kell egy ügyvédet, akkor ez egy jó hír. De másfelől tragikus, hogy most két olyan fél fizet, aki mondjuk nincs rossz viszonyban, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez jelen esetben nem áll fenn. Én a képviselőtestületnek írt levelemben jeleztem, hogy Nyilván én már rettenetesen tudom a bíróságra járást, de hát ez egy egyéni probléma, tehát nyilván ez csak abból érdekes, hogy a megoldás az nekem is fontos lehet. Én, ahogy az András is felvetette néhány ülés előtt, én azt tudom felajánlani, vagy javasolni és felajánlani, hogy én a ügyvédi költségektől, ami nálam van, lemondok, ha a közös megegyezéssel megszüntetjük ezt a dolgot. Zárójel, ezt nyilván csak azért tudom megtenni, mert jó ismerősöm az ügyvéd, és akkor neki nem 800-at kell fizetni. Valamennyit kell, mert hát egy éve bajlódik, de ez már az én ügyem. Nyilván egy barátot vagy egy jó ismerős csak bizonyos mértékig lehet szívességre kérni. Tehát én ezt, ha megegyezünk, akkor nyilván nem fogom az önkormányzatnak benyújtani ezt a 800 000 forintot. Nyilván megegyezés esetén a kamatköltségek, amik felmerülhetnek a elmaradt járandóságon kifizetésére, hát azok sem merülnek föl. És azt pontosan tudom harmadikként, hogy ezt az önkormányzat, mert nagyjából 2,5 vagy 3 millió közötti összegről van szó az elmúlt 2 év alatt, amit visszatartottak a járandóságomból. Aztán pontosan tudom, hogy hiába lenne bármilyen közös megegyezés, hiába nyelvén meg a PERT,
ezt pillanatilag a önkormányzat nem fogja tudni kifizetni. Tehát nyilvánvalóan, hogy tisztában vagyok, hogy csöpögtetett formában kapjam meg. És még azt azért megjegyezném, hogy arra azt nem áll módonban, tehát ez bármilyen, hogy is mondjam, bármennyire is szeretném a bírósági tárgyalást annullálni és megszüntetni, hogy lemondjak a jogosi állandóságaimról. Tehát most azért, hogyha érzékeljük a 2,5 millió forinthoz, mondjuk én akkor is bukom egy 3-400 ezeret, tehát túl azon, hogy eddig kölcsönökből értem, másfelől meg azért az ügyvédemnek így is úgy is kell fizetni valamit. De ez az a határ, ameddig én el tudok menni, annak érdekében, hogy ne pereskedjünk egymással. Ezzel az előbb említettek oka miatt hát nyilván szükséges a büntető határozatok megszüntetése, de azt sem tagadom, hogy nekem erkölcsileg is jól esne, hogyha ez a testület másképp gondolná, mint az elődök, és ezeket a aki elolvasta, nyugodtan mondhatom, mondva csinált fegyelmi büntetéseket visszavonja, mert az igazságérzetemet egy kicsit jó lesne. Ennyit szerettem volna előre bocsátani, tehát én értelmetlennek tartom a további pereskedést, erkölcsileg adhatatlannak, tehát hogy olyan felek pereskednek, akik nem maradszanak egymásnak. Nyilván olyan megoldást kell találni, hogy az önkormányzatnak tovább ne kerüljön költségébe. Tehát a jogi megoldás az önkormányzat ügyvédjére tartozik, hogy ha már eddig ez a 840 ezer forint ügyvédi költség felmerül, ezt majd nyilván meg kell nézni, hogy valós és jogos tételek-e. Ebből fele lett kifizetve körülbelül, tehát a másik fele még sincs fizetve, az majd most a mi dolgunk lesz. Érdekes módon most jöttek be a számlák az elmúlt egy héten. Eddig valahogy nem volt olyan fontos a számlák beküldése. Na hát az ügyvédi számlák, tehát mindegy. De ha már ennyi tételezik fel, hogy ennyibe kerül az önkormányzatnak, akkor legalább ezután ne generáljon ügyvédi és perköltséget. Hát nagyjából ennyit, amit én előre bocsátottam a két ügyben kapcsolatban, illetve hát amit én föl tudok ajánlani mind a képviselőtestületnek, mind az önkormányzatnak, vagy a falunak. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy mi a véleményük a megoldás érdekében. Jó, bocsánat, parancsolj. Pont a napokban derült ki, hogy egy ismerősünk, barátunk munkaügyi perekben bíróként szokott eljárni Budapesten, és én azt gondoltam és azt ajánlanám, hogy nagyon szívesen, teljesen ingyen is bérmentve átnézni ezt az egész ügyet, hogy tényleg mi a legegyszerűbb, legjobb, legetikusabb, legolcsóbb tünete ennek az egész dolognak. Mert hogy lássuk egy független embernek a szemével is. Tehát, hogy ő szerencsére is a megyében van, hanem teljesen máshol, és azt gondolom, hogy a bírói nyugatából ránézni ezekre a papírokra, és rögtön fogja látni, hogy egyáltalán van-e értelme, vagy nincs, és tényleg az a legjobb megoldás, amit a Lajos ajánlott nekünk, vagy pedig van esetleg másik jobb ajánlat. Erről ezt szerettem volna mondani. Nos, Gábor? Én azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nekem elsősorban nem jogi kérdés. Tehát én itt voltam szinte az összes ilyen testületi ülésen, amikor ezeket a különféle fegyelmi határozatokat meghozták, illetve fegyelmiket indítottak. És ha volt rajta sapka, azért kapott fegyelmit, ha nem volt rajta sapka, azért kapott fegyelmit szabályosan. Tehát bármi, az élőfába vele kötöttek, tehát azt a hangulatot itt már ez nem adja vissza, amit a testületi üléseken érezni lehetett. Számomra az erkölcsi kérdés. Én ezeket a határozatokat az első megszületési pillanatától kezdve elítéltem, elfogadhatatlannak és tarthatatlannak tartottam. Tehát számomra nem jogi kérdés, hogy ezeket vissza kell vonni. Nem is tudom elképzelni, hogy ne vonjuk vissza. Én teljesen egyetértek Gáborral, de szerintem nem is a 46
határos, hát nem is erről 46 határozati javaslatról beszélünk, mert én is, ha szerintem ez valahol nekem három ügy, van a 46, van az, hogy nem írtad alá, hogy fagyos idő, nekem az a második, a harmadik az, hogy az illetményedet csökkentették. Én ezt három... Magát az benne van. Hát ez benne van, a magban hagyta az illetményedet csökkent. És így is azt nézve, teljesen. Csak az egyik határozatban, tudod? Szabonás. Én azt gondolom, hogy amit Leos ajánlott maga részéről ellentételezést, szerintem teljesen elfogadható. Ha különös tekintettel, ha most megint ezt mondom, az megint nem jobb oldalról nézem. Erkölcsi oldalról nézem azt, hogy például volt egy alakuló ülés 2010. októberben, nem tudom mikor, hanyadikán, amikor a képviselőtestületnek törvényszerinti kötelezettsége lett volna, a polgármester illetményéről dönteni. A képviselőtestület nem hozott döntést. Nem hozott döntést. A képviselőtestület, de már akkor lehetett tudni azt a kormányzati szándékot, hogy lehetővé teszik azt, hogy, mert ugye akkor még nem volt lehetősége a képviselőtestületnek a törvény szerint a akkori fizetésénél, vagy illetményénél, vagy a legkorábbi illetményénél kevesebbet megállapítani. Ezért inkább nem döntöttek. Mert tudták, hogy fogják módosítani a törvényt, amikor ezt lehetővé teszi a képviselőtestületnek a törvény. Ezt kívánnák, hogy hatályba lépjen, és akkor döntöttek a polgármester illetményéről, és nyilvánvalóan csökkentették, tehát az akkor adható minimumot adták meg. És ezt én megint nem jogi kérdésként, hanem erkölcsi kérdésként tekintem, hogy a látható rossz indulat, rossz szándék vezette őket, a szándékosan törvénysértőt nem döntöttek azért, hogy majd hozhassanak egy olyan határozatot, amiben csökkentik. Tehát én... Viszont azt mindenféleképpen tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ezt a képviselőtestetet fogják keresztre feszíteni. Hogy mit fogják? Keresztre feszíteni ezt a testületet. Ha van rajta sapka, nincs rajta sapka, tehát körültekintően szeretnénk, körültekintően elvárni, mert az igazi kinyilvás, ez nem a Táncsis Mihály utca, nem a Kőköza parkodhatás, hanem most ezek pedig ezek a perek. Tehát még azért már önvártan jelentem akkor is, hogyha a testület akár ilyen, akár olyan döntést hoz, az nem igazán fogja, hogy is mondjam, az erejébe emelni a lakosság szemébe, mert minden oldalról bizony fog maradni törleszteni való, anyagi törleszteni, és elég nagy tételben. Tehát ezt mindenkinek tudomásul kell venni, és én azért kérem, hogy járjuk körbe, akár mi a Rúgi által rájuk módon is, akár hogy lesz a referens. Én egyébként az én véleményem nem fog változni, tehát ezért nekem már kialakult véleményem van. Nem most alakult ki, már réges-régen. Tehát ezt nem hiszem, hogy bármi módon megváltozna. Én meggyőződésem, hogy a Lajosnak ezt a pert, hogyha a per folytatódik, meg kell nyernie, mert igaza van. Tehát én azt mondanám, hogy ha menjünk abba az irányba, hogy minél kevesebb legyen a falunak a fizetnivalója, és ez az ajánlat azt mutatja, hogy illetve ez az ajánlat szerint, én véleményem szerint ez a legoptimálisabb. Természetesen a körüljárva a dolog, én is hajlok a közös megegyezésre, mert másokat nem látok ki ebből a helyzetből, akár említhetnénk a pedagógus pert is, akkor sem látok másokat, be kell ülni a pedagógokat, pedagógusokat beszélni kell velük. Mert csak tegelgettem a fejemet. Én is egyetértek a Bélával. Várjuk meg, szerintem, amíg lesz egy gyerekünk, és azért menjünk végig ezeken a határozatokon, hogy tudjuk, hogy mit tartalmaz, vagy miért kaptad, vagy mit. Most tudod, nem lehet. Tényleg én is azt mondom, hogy meg kell egyezni, de nem, hogy
megint megkapjuk mi is azt, hogy mi bólogató Jánosok vagyunk, mi ugyan mindent csak fölemeljük a kezünket, ezt szeretnénk körbejárni. A testületnek fel kell vállalni bizonyos felelősséget, mert azért ültettek ide minket, de ezt úgy tegyük, ezt körbejártunk. Szerintem mindenki azt szeretné, amit beszéltem, meg én is felvetettem, mert hogy mindig kerülgettük itt, hogy a közös megegyezést, ez nem ellened szól, de én is, szóval hogy mondjam, ha itt egy jegyző és átnézzük tényleg, akkor mondjuk jövő héten már itt lesznek, lesz időnk, bejövünk tényleg mindenki rászállni azt az időt, és akkor meghallgatjuk az ő véleményt, és utána hozunk egy rendkívüli testületi ülést, és döntünk. Mi az a határidő, ameddig itt? Most ez, mikor lesz újra? Szerintem már nem olyan határidők vannak, tehát ilyen hogy is mondjam, 11-én vagy mikor, azért kértem, hogy döntsetek arról, mert nekem el kellett mennem egy tárgyalásra, és az ügyvédemnek is el kellett menni. Most elsőjéig be kell adni az ügyvédemnek egy hatoldalas jegyzőkönyvbe egy észrevételt. Most nekül várja, hogy akkor most mit szombaton mit csináljon, vagy nem. Tehát az jó, hogyha a szándékotok az, de minél később döntünk, nekem annál több költségem van. És hiába ismerősöm az ügyvéd, azért pontosan tudjátok, hogy szívességet lehet kérni 10 órára, meg 10 köbméter beton belolgozására, de a 25-nél már azt mondod, hogy basszus, miért nem hívsz egy kövüvest, vagy miért nem fizeted ki. Tehát nekem tovább generálódnak a költségeim ezzel, az idegenek vagy az is nagyon az örömmel is beszélve. Én értelek benneteket, de a másik oldalon most akkor részemnél már nem 800 lesz, hanem, és akkor ebben még bele se számoltuk a legutóbbi tárgyalást, a kimutatásból, hogy elment az ügyvédem Tatabányára, és ott töltöttünk 2 órát, az mondjuk még egy 50 000-rel több, tehát akkor az már nem 800, vagy 790, nem 840, hogyha holnap nekiáll 3 órán dolgozik, akkor az már 940, és akkor, na hát nekem ez a problémám, hogy engem szorít a bírósági határidő, meg az ügyvédemek, mert lépnem kell. Parancsos megjegyzéssel a felszünetel nézhetik a fel. És az ingyen. Ez is egy mód. És át lehet nézni? És akkor van jó mód jegyzőnek, ismerőkírónak együtt leülni, kitalálni, tényleg a legolcsóbb megoldani, neked se kerül 50-80-ba, 100-ba, akár mennyibe, meg az önkormányzatnak se. A szünetelhet és az ingyen van. Egy semmi, két fél közös határozással adottam. Be kell adni a bíróságnak, és ő van függesztve, mert a bíróság nagyon boldog a függeszti, annyira kevesebbet kell dolgozni. Jó, akkor maradunk. Ezt befogadját a módosító indítványnak? Azt igen. Igen. Jó. Igen? No, akkor menjünk el ebbe az irányba. Akkor még egy alapkérdést kell tisztázni. Kit kérünk meg rá? Tehát a szüneteltetés jelenleg dr. Alberti Péter képvisel minket, aki vagy az önkormányzat ügyvédje. Tehát itt, mint hogy erős túlszámlálás van az ügyvédi költségekben, most ez egy... Nyilatkozatot tehet a fél is, meg a fél képviselő. Bábor, vagy azért András, ügyvédek. Jó. Ez a két, nincs edzőnk, képviselőtestület, ne legyen, kitesz nyilatkozatot. Azért van, hogy ügyvédek, hogy megcsinálják. Én legalábbis nem akarok nyilatkozatot tenni. Csonka megtette, ott tartunk, ahol tartunk. Hát akkor az önkormányzat ügyvédjét, nem? Mind a kettőnek kell hozzá. Hát van a Lajosnak egy ügyvédje, meg az önkormányzatnak egy ügyvédje. De most mi nálunk nem az ad, mert a Csonka egy másik ügyvédet választott, meg kell azért, hogy ez már mind témán. Azért mondtam, csak te kergettem a fejemet, ahogy ügyvédel a papíron. A kormányzat ügyvédjéről mi döntöttünk, hogy ki ő? Hát nem te, hanem az elődő testület 2006 végén. És azóta?
azóta ő fixen megmaradt? Hát arról a csonkájuk úgy gondolták, hogy nekik a saját ügyvédjük kell. De a keretszerződésünk még megmaradt. Tehát hogy egy keretszerződésként választottuk, és amikor eseti ügy van, akkor eseti megbízással adtuk meg. Jaj, hát a csonkájuk másoknak adtuk. Hát csonkájuk, nyilván. Tehát akkor nem kell semmit csinálni, nem csak így automasolni. Így van. Emellett azért dönteni kell, hogy a 15 napos határidőben a másik egyik perben mit adtok be, illetve az Alberti, vagy akkor az Alberti-től párhuzamosan el kell venni az ügyet, és átadni az önkormányzat ügyvédjének, amit mondjuk én célszerűnek találok látva itt a szándékot és a számlákat. És akkor a 15 napos határidő az meg letelik, tehát abban a képviselőtestületnek iratkozni kell a 20%-os perbe. De ott nem kell, tehát nem lehet az, hogy beadunk egy olyat, hogy szüneteltetjük. Mert hogy András miatt volt, akkor szerintem megáll a 15 nap. Igen. Mind a két perben. Mert én akkor azt javaslom, hogy mind a kettő, nem mondjuk azt, hogy akkor álljunk. Jó, akkor szerintem menjünk sorba. Én azt gondolom, hogy akkor tereljük át a önkormányzat ügyvédjéhez az ügyeket. Tehát döntsünk arról, hogy ugye csak egyik perben van képviselete a Albertinek, akkor döntsünk vele, hogy a perbeli képviseletet a dr. Alberti Péterrel megszüntetjük, és egyben dr. Szűcs Imre Zoltánt, az önkormányzat ügyvédjét bízzuk meg a perbeli képviseletre, és azzal, hogy az én ügyvédemmel, dr. Nagy Attilával közös kérelemben a per szüneteltesítését kérjék a Tatabányai Munkaügyi Bíróságot. De most fontos arról dönteni, hogy az Albertitől elvegyük és átadjuk a másiknak? Tehát hát ő van bejelentve, hogy képviselőt. Értem. Csak hogy akkor oda elszüneteltetni, hogy őtől elvesztjük és átadjuk. Hát ez kereszt, tehát mindegyik. Akkor már az ügyvédem, hogy elvegyük. Ezt elismételjem még egyszer? Szerintem. No, tehát a képviselőtestület úgy dönt, hogy a 2M per 553 per 2011 számon folyamatban lévő perben az Alberti ügyvédi iroda per képviseletét visszavonja, illetve megszünteti. Egyben dönt arról, hogy ugyanezen vicszámú perben az önkormányzat per képviseletét dr. Szűcs Imre Zoltán, az önkormányzat ügyvédje lássa el, és egyben felkéri a dr. Szűcs Imre Zoltánt, hogy a felperes dr. Nagy Attila ügyvéddel egyeztetve közös kérelemben a Tatabányai Munkaügyi Bíróságon a per szüneteltetését kérje. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 2, 4, 6, igen. Aki nem, aki tartózkodik, egy tartózkodás. Akkor a másik határozat az annyival egyszerűbb, hogy ott nincs Alberti Péter. Tehát aki a képviselőtestület úgy dönt, hogy a 2M.501 per 2012 per 17-es számú perszámmal rendelkező ügyben az önkormányzat ügyvédjét dr. Szűcs Imre Zoltánt megbízza a perképviseletre. Egyben kéri, hogy a felperes ügyvédjével dr. Nagy Attilával egyeztetve közös kérelemben kérjék a per szüneteltetését a Tatabányai Munkaügyi Bíróságon. Aki ezzel egyetért, kézfelemelésre jelezze. 2, 4, 6, igen, egy tartózkodás gondolom. Egy tartózkodás. Jó, egyebek. Van az egyebekben valami? Ja, igen, bocsánat, egyebekben. Holnap a katasztrófa védelem meghozta a döntést a környezetvédelmi hivatal laborvizsgálata után,
és a árvízi védekezésként épített töltésben szennyező anyagokat talált a környezetvédelmi hivatal laborja, ezért a katasztrófa védelem a Neszkmélyi veszélyes anyag depót jelölte ki az elszállítás színhelyére. Erre a parancsra vártunk, hiszen addig nem kezdhettünk neki az elszállításnak. Az elszállítás az holnap reggel fog kezdődni, és vasárnap estig be is fog fejeződni. Úgyhogy megszűnik ez az utolsó elbaratlan szál ebben a történetben is. A sportpálya klórmeszezése ma elkezdődött, hát nyilván azon a területen, ahol lábbal rá lehet menni, a süppedős területen még majd a száradás után, és hát gyakorlatilag ennyi az árvíz utáni munkákkal kapcsolatos történet. Igen, amit most úgy közvetlenül adik el. Ezek a nagy autók jönnek, kis autók jönnek? Nagy autók jönnek. Aha. És úgy megoldjuk a homok elszállítást. Akkor azt a homokot, amit ugye nem ért ár. Így van. Gondolom van a Petőfi téren. Itt a Dófán alatt meg. Elok esetleg azt a sportudvarról, ahol egy helyre be lehetne tenni. Ha netán valakinek szüksége van rá, ilyen belőle, hanem akkor is a parcolás. Akkor ahogy beszéltük, hogy egy egyenletes parcolást, hogy egy helyre csorogna ezekről a következő időszakban. Meg lehet célszerű lenne ezzel kezdeni, hogy ugye a hétvége van, és akkor jönnek az emberek is meghasználásra. Első a parancsik, a katasztrófa védelmi irányít, első a vasárnapig, tehát az is a dolog sürgető, hogy hétfőn már úti lesz, és ez Dönös Neszmély viszonylatára 100 km, tehát 13 000 forint per kanyarra növeli a költségeket, már pedig itt azért lesz egy 70 kanyar, úgyhogy tekintve, vagy azon túl, hogy a ezredes úr azt mondta, hogy vasárnapig fejezzük be, van egy ilyen költségvetési hátulütője is az elhúzódásnak. És ha minden igaz, és az ígéret megmarad, akkor ezt még a védekezés költségébe, tehát 100%-os támogatással fogják elszámolni. Egyébként a helyreállítás az 90%-os támogatást kértünk rá, hát reméljük megkapjuk. Tehát az összes ámvízi védekezés utáni munkára, fertőtlenítés, vagy Táncsics utca, vagy egyébként. Úgyhogy ez mondjuk igen, valóban a legfontosabb, úgyhogy köszönöm, hogy mondtad. És miután szerint itt lesz tehát nem csak a nagy forrózó cég, hanem a kis Benkovics Józsit is áthívjuk a kis GCB-vel, hogy részint azokon a helyeken, ahol a nagy homlokrakodók nem tudnak mozogni, mert ugye elég vacak helyen van a gát, ott besegít, meg hát akkor ez alkalom lesz arra, hogy ezeket adok. Esetleg nagy ígéretet kaptam, és hát én is megoldom ott a Dunaparti töltést, mondják, meg mondják, mi szét. Szerintem ott van az összes Pirismaróti vállalkozó, tehát... Beszéltem, hát előbb mondta, nem. Lehet, hogy ő már nem, én a Baragával beszéltem, hogy azt mondta, hogy ahogy felszabadul, szól. Lehet, hogy szombat-vasárnapban beleesik. Mégis nincs négy kanyar, talán öt, ami hát egy homok. Én azt gondolom, mert itt két variáció van, hogy vagy nyergesek jönnek, vagy négytengelyesek. A négytengelyes az be tud fordulni, tehát ha négytengelyes jön, akkor nem probléma, akkor egy kanyarra elviszi az egészet. Tehát lehetőség szerint a szombat-vasárnap szeretném megoldani. Ha nem olyan teherautó jön, akkor a Balatot-Dulát áthívom egy pár kanyarra, aztán kész. Akkor ez meg lesz oldva. Nekem nem van szelektív szemétgyűjtés. Nem tudom, amit a tabánya, ugye Visegrádon is őt végzik, és látja, a buszfordulónál a focipályával szemben nagyon kultúráltan elkészített négy különböző színről álló műanyag dobozzal csináltak neki egy beton alapot, és tényleg nagyon jól néz ki. Lehetőséget meg kell adnunk szerintem a nemesen élőknek is. És lehet, hogy mondjuk ott a volt kultúrotthonnál volt az a zöldség, az a beton valami. Annak lehet talán pont oda is félne. Mert én elmentem többször, nem jár bűzzel, tényleg kultúrált a környéke.
Tehát nem gondolom, hogy az ott élőket esetleg zavarná. Nem tudom, meg hát kell gondolkozni rajta, vagy meg kell kérdezni a tanulányában, hogy hogyan fizetni kell érte, vagy csak tudálos. De máshogy is lehet találni, tehát most tudálos. Azt gondolom, hogy ezzel is várjuk meg a jegyzőt, hogy a hivatal munkatársaival el tudjon ezen indulni. A jelenlegi felállás szerint, ahogy a közös hivatal működését megbeszéltük az Évával, meg a Adriánnal, hát nekünk ugye a kritikus a műszaki ügyek intézése, és abban maradtunk, hogy nyilvánvalóan az nem megoldás, hogyha az esztergomi cég jár ide ki, tehát mint a város fenntartó, hanem legalább egy félállású műszaki ügyintézőt fogunk a következő közös polgármesteri hivatal Dömösi részén tartani, aki csak Dömössel foglalkozik. Ugye a péntek Lajos nyugdíjba ment, tehát a státusz, ez a félállásos státusz üres. Úgyhogy reményeim szerint, hát jó, nyilván illúzió, hogy ez júliusban meglegyen ez a személy, de mire összerázódik a közös hivatal, augusztusra már megképzelhető, hogy rendelkezünk egy olyan emberrel, aki a műszaki ügyekben etélyben is tud segíteni. Notabene, ha van hivatal, akkor ezt a kérdést már hamarabb is meg lehet tárgyalni. Úgyhogy ennyi más valami. Amennyiben is mindenkinek köszönöm a részvételt, a jelenlévőknek, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, és szép hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek. Köszönöm.